kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan két szó. This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Hallottátok, hogy Törökországban nem tudják, hogy mennyi az idő jelen pillanatban? Olvastátok ezt a cikket? Ez baromi érdekes, mert hogy átállították az órát, és senki nem tudja, hogy most Törökországban hány óra van. Ugyanis Erdogan és pártja úgy döntöttek, hogy az óra átállítás csak megzavarná a török népet. Csak megzavarná a török népet, már pedig az ő figyelmüket most a közelgő hétvégén tartandó választások kell, hogy lekössék, és egy pillanatra sem szabad elfordulni a lényektől. Ezért november 1-je utánra, tehát november 1-én vannak a választások, és november első napja után, vagyis másodikától bármikor állíthatnak időt. Szeretem, eltolták az óra átállítást. Rugalmasan kezelik ezt a világon mindenütt, aki állít, együtt állít. Nem ez a baj, hanem az okostelefonok, a tabletek, a számítógépek, a laptopok ugye nem értesültek arról, hogy a török kormány egyébként mit szeretne, és átállították az időt most hajnalban. És a legnépszerűbb Twitter kérdés most Törökországban az, hogy mennyi az idő. Ez megy, ugye ezt hashtagelik, hogy mennyi az idő. Nem tudják Törökországban, hogy mennyi az idő. Egy óra plusz, egy óra mínusz. Senkinek nincs fogalma arról, hogy hány óra van pontosan Törökországban. Viszont nem késik el senki a munkahelyről, mert hát, vagy egy órával korábban érik oda, vagy pedig pontosan. Hát igen, ők most hogy voltak, ők is visszafelé állították, ugye? Ahogy mi állítottuk hát most vissza. Most van 8:30, egyébként 8:30 volt. Na, de van egy 100 millió, 150, 200 milliós ország, nem tudom, ahol nem tudják, hogy pontosan mennyi az idő. Azért ahhoz már nagyon-nagyon-nagyon keménynek kellene, hogy te mondd meg, hogy majd én megmondom, mennyi az idő. Nem? Tehát ez már azért a csúcsa. A csúcsa tényleg mindennek. De ott minden ilyen rugalmas, a bazárban is az árak. Tehát ők már hozzászoktak ehhez. Na jó, de nem tudom, mennyi az idő. Hogy van az, hogy egy ország most nem tudják, mennyi az idő? Tudni tudják, csak a gép jelez neki más. Tehát ha az alapján megy, a számítógép alapján, vagy az okostelefonok ugye automatikusan átálltak, akkor elvettek. És azért élek a gyanúperrel, hogy minden egyes háztartásban van egy számítógép, vagy egy okostelefon. Mindenkinél átáll, hogy most egy órával, egy később vagy korábban van. Hát én ezt nagyon bírom. Nem akarták megzavarni a törököket, és ezzel zavarták meg őket. Igen. Jó, most nem állítunk órát. És... akkor a király vagy, hogy belenyúlsz az időbe? Nem. Azért ez akkor jó? Akkor majd én megmondom, legyünk, gyerekek, mennyi az idő. Akkor a szultán vagy. akkor a szultán vagy, hogy azt mondja Erdogan, hogy jól van, oké, nem tudhatok ti semmit. Majd, ha választottatok, akkor megtudjátok, hogy mennyi az idő. Most én mondom meg, hogy mennyi az idő, nem állítunk órát. De hogyha ők elveszítik, akkor azt mondják, mennyi. És akkor most mennyi az idő? Mondjatok, hogy nem érdekem. Annyi az idő, amennyi akarják. Engem ez már nem érdekel. Légy szíves, mondjátok meg, hogy most pontosan hány óra van. Vannak török hallgatóink, írják meg, hogy szerintük Törökországban mennyi az idő. Jó? Hogy nálatok szerintetek mennyi az idő. Vannak török hallgatóink, hogy szerintetek nálatok most hány óra van valójában. Annyi, amennyit a politikusaitok mondanak, vagy annyi, amennyit az órátok mutat. Mennyi az idő? Most mennyi lehet az idő? Igen, ha vannak török hallgatóink, például nagyon menő török gíroszosoknál, ahol ki van rakva a török idő, a budapesti idő, a mekkai idő, akkor azok írják meg, hogy most ők mire állították az órát. Na, de és akkor mikor teszi fel a gírosz sülni? Hát igen. Ha? És azért egyébként, hogyha meg azt veszük figyelembe, hogy ugye például a műhezin sem tudja, hogy mennyi az idő, akkor mikor egy órával korábban fölmegy a minaretbe, és akkor majd, hogy egy imára szólítja az igazsütőeket? És mindenki felkiabálja, hülye vagy? Igen. A műhezin most az iPhone-jára hallgat, érted? Uh-huh. És jelez neki, hogy délután 4 óra van, imához, fordulunk keletre, vagy azt mondja, hogy... Vagy oda csörög Mekkába. Ti mit mondatok még, hogy csak ki vagytok? Mondjatok valami, mondjátok meg nekem. Adjatok egy itinert. Mondjátok meg nekem, mennyi az idő. Én nagyon szeretem ezt a cikket, amikor elolvastam, hogy a politikusnak már annyira elmegy az esze Erdogannak, ugye, hogy azt mondja, hogy majd én megmondom. Nem tudhattok ti semmit. Belenyúlok a téridő kontinumba, és én megmondom nektek, hogy mennyi az idő. Szerintem vallási kötelezettségeik miatt egyébként ez egy nagyon kellemetlen dolog. Tehát amikor majd oda telefonál már a 380. műezin az ajatollahhoz, hogy hát igen, én. Nem? Nem én vagyok az első? Oké, jó. Elnéz, én nem tudtam, hogy... De most mennyi az idő?
Hát akkor az onnantól kezdve kellemetlen. De egyébként közelednek a választások hétvégén, és ha most nekem állít egy órát a telefonom az iPhone, akkor én összezavarodok, és nem megyek el szavazni? Hát meg... Tehát vagy annyira megzavarodik a bioritmusom, hogy van egy napom elmenni szavazni, de nem megyek el? Hát miben zavar meg engem egy órát? És hogy gondolkoznak a török politikusok? Azt mondja, nem, tényleg hangul egyet 3-ról 2-re a telefonjuk, ne, összezavarodnak, nem mennek el szavazni. Fölkelnek, és azt mondják, ez egy másik nap, nem szavazunk. Ez mi ez a hülyeség? Meg hogy akkor mikor ér véget a szavazás? Egy órával korábban? Nem tudsz már bemenni a terre, nem tudod leadni a szavazatot. Ez van. Most a Gyugyi ott áll és toporog az edzésen, és nem tudja, hogy mennyi az idő, vagy rúgja a bőrt és egyedül van. Vagy áll a zárt stadionok előtt, és azt mondja, engedjetek be, engedjetek, ekkora baj, hogy már be se engedtek? És néznek rá, Gyugyikám, nagyon korán jöttél, nincs még edzés. Tehát mit mond jó, most Gyugyi? Jó, na most oké, két gól, passz, hát most lesz jobb is, létszik. Miért vagyok egyedül? Ha-ho! Kiabál Gyugyi Törökországban, és ott áll szegény, lehet teljesen hitehagyottan, és nincsenek ott a sportások. Nem, őt ez már nem érinti egyébként, mert most már a hét toronyban raboskodik. Igen, amapúr, kihozunk a hét toronyból. Ott fogunk énekelni majd a Gyugyinak, hogy kihozzunk a hét toronyból. Janikula, 61 vödör abba. Abba tolhatod. Ilyen egy ország, hogy azt se tudják mennyi az idő, hát azért én ezt szeretem. Ez kívülről, ha szörnyű lenne ilyen országban élni, ahol már a politikusok azt is megmondják, hogy mennyi az idő. De hát ez egyszerűen felfoghatatlan. Na mindegy, nekem ez nagyon, nagyon tetszik. Jól van, azt mondja, fél 80, most gyumurcsák vagyok Egerben. Igen. A talizmánom. Borra, Mr. Gergely, itt magyar van nálad a fiam. Magyar gyerek, török gyerek, kicseréljük. Most megyek Törökországba, és időbe kell mennem. Akkor siessek, vagy ráérek? Segítsetek. Ugye jó a kérdés. Tényleg, hánykor fejed a tehenet? Hánykor nyírod a birkát? Ráérsz. Tehát te jelez neked, hogy megtelt a tőgye, fejd meg. Hát azt időre kell egészen pontosan. Hát most ott tehenet nem lehet átállítani. Nem állítod át. Csak fejjel, mondjuk az ellenkező irányba. De hát, hogy ott sok variációs lehetőség nincsen. Na igen, abszolút. Így van. Az állattartók akkor kellnek, amikor az állat kell. Milyen menő lenne, ha mi megmondhatnánk, hogy mennyi az idő, vagy hogy ma milyen nap van, nem? Tehát a rádió, a reggeli rádió műsor... Te néha megmondod. A reggeli rádió műsor mondaná meg, hogy ma szombat van. Bekapcsolnánk az emberek a rádiót, megtudnák tőlünk, hogy milyen nap van, és azt szerint élnének aznap. Ha nem vagyunk, akkor szombat. És kihirdetnénk, hogy szombat van. Ma pegügyetek vissza, ma nem kell menni dolgozni. És kész, megmondhatnád, hogy milyen nap van, hát ilyen szenzációs lenne, nem? Na mindegy, jól van. Ne fessük az ördögöt a falra. Ne jöjjenek el ezek az idők megint. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Az elalvásokról és nagy elalvásokról beszélgetünk itt a Morning Show-ban, mert hogy ugye egy érdekes dolog történt egy rakodó munkással az Alaska Airlines rakterében, ahol elvileg azt mondják, hogy simán megfagyhatott volna, aztán kiderült, hogy egy olyan géptípussal utazott, amit ugyanúgy temperálnak, és földi nyomást biztosítanak benne az utastérben. Hát most vannak gépek, ahol elvileg álltak. Hideg van, ahol már fűtik a csomagteret, nem tudom. Jó, ettől függetlenül nem lennék nyugodt. Nem lennék nyugodt azért, igen. Tehát, hogy ott egy 737-es gép csomagterében elaludni. Ugye arról van szó, hogy ő a kiszolgáló személyzethez tartozott a földön, csak ő elaludt. Bőrönt pakolás közben emberünk, és a többiek nem vették észre, hogy ő alszik, becsukták a gépnek az ajtaját, megkapta a gép a felszállási engedélyt, és egy földi kiszolgálóval együtt a gép felszállt. Azért ott is van egy csapatszellem, nem? Megoljuk se. Jó. Mindig belefáradtam. Kávé? Nem érdekes, ígyunk egy kávét. Vered, de hogy alszol el? Hát ott ugye folyamatosan pakolsz, jönnek a bőröndök, pakolsz, utána végeztél, leszállsz és elmész a géptől. Hogy tudsz elaludni két bőrönd között? Igen, állítólag az volt, hogy csúszott a gép indulása, tehát volt még egy kis idő, és ő azt érezte, hogy akkor ezt kihasználja. Kint látják. Tehát, hogy kint lehet, hogy a művezető, vagy nem tudom, a stábnak ott a vezetője, vagy valaki egy ilyen góré, biztos szólt volna neki, hogy azért mégiscsak munkaidő van, egy hidereje már bakker. Érted? Szólt volna neki, ezért ő persze, hátul a csomag még bement, hogy egy kicsit majd dob egy hunyót. Alszik egy fél órácskát. És több lett belőle. Aztán több lett belőle. A többiek még nem szóltak. Vagy nem tudták, hogy ott van. Igen, ő elkezdett dörömbölni. Vagy máshol aludtak. Vagy egy másik gépben aludtak. Igen. És a szélrózsa minden irányába felszálltak. Azért ez mi, amikor dörömbölsz, és már hallott, hogy szállsz föl. Nem tudom, hogy ő tudta, hogy ez egy olyan géptípus, ahol nem hűtik le a csomagteret. Fűtött csomagtér van?
ugye, van, ahol igen, van, ahol nem. Tehát a, és a légnyomás? Az is itt állítólag ilyen légnyomás kiegyenlítő rendszer volt ott a raktárban is, valószínűleg igen. A csomagok megóvása érdekében, de azért ott viszonylag nehezen tudod bekötni magadat. Azért ez megvan, nem? Így éppen száll föl a gép, te meg így csúszni, így hátra és kapaszkodsz mindenbe, ami egyébként rögzítve van nyilván, de hát ott hol kötöd be magadat? Igen, szegénykém egyébként. Na mindegy, hogy leszállt vele a kapitány, büntetése számíthat, meghurcolták, de azt hitték, hogy terrorista, ugye? Azért az nagyon kemény. És ugye arra beszélünk, hogy ki, hogy mikor aludt már el a munkahelyén. De nincs ember, aki ezt legalább egyszer elkerülhette volna. Tehát legalább egyszer neked ebbe belekeresni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy elaludjál. Hogy a katonakorom óta gyakorlatilag bármikor, bárhol. Bármilyen helyzetben el tudok aludni, és ez tényleg így is van. Legutoljára, de rólam köztudomásul, hogy ilyen havonta, két havonta szoktam ápolni a táj-magyar kapcsolatokat egy kis masszás formájában, legutóbb olajos masszás közben sikerült el. Akkor viszont nem volt elég erős a táj kicslány. Az volt, hogy ugye hát időnként becsúsznak ilyen kisebb-nagyobb problémák, mint például útburkolatjavítás, mondjuk kint az ablak előtt, ami kicsit bezavar az élménybe, vagy krákogó bácsi kettővel mellettem. Most nem volt semmi. És elaludtam, és egyszer csak arra keltem, hogy a szokásos a rángás. Tudod, amikor így, tudod, így beleszentesz, és hallgatod a kis zenét, és akkor azt mondod, és akkor... és megijedtem, és iszonyatosat rándultam, erre a kislány, sorry, bed. Szegény azt hitt, hogy valami ilyen. Igen, hogy valahol rossz helyre nyúlt, de nem erről volt szó, egyszer csak bedobtam a hunyat, aztán elfeledkeztem róla, nyilván egy tudat alatt nem volt meg az, hogy éppen most engem masszíroznak, hanem fel kell, értem feljöttem, úristen, hol vagyok ki ez a nő mellettel, mit fog szólni ehhez, Móni? Igen, és miről egy csupa olaj, és miért csúszkál ez itt rajtam, és mi történik rajta? Igen. Hol vagyok? Igen, és ki ez a horkoló öreg ember itt mellettem a másik sarokban. De jó, de azért ez kicsit erről szól, tehát azért az kevésbé igen. Kellemetlen, tehát oda relaxálni megy az ember, nem? Igen. Tehát az önmagattól való megijedés az inkább a BKV nagyon kellemetlen. Tehát amikor tényleg kézzel-lábbal versz le valakinek egy nagy állast, mert úgy ébredsz föl, hogy nagyon megijed. Hát igen. Az sokkal kell, vagy ha arra ébredsz, hogy kifolyik a nyálatot. Hányszor ébredtem arra? Aha, a legjobb. Amikor úgy utazol BKV-n, hogy elalszol, ugye nyomorultul, először arra ébredsz, hogy kicsit hátraesik a fejed. És horkolsz, nyilván. Vagy a saját horkolásodra, nagyon kellemetlen. Én nem egyszer ébredtem arra békem, hogy folyik a nyálad. És a legszebb, amikor rádöltél a másikra, és ráfolyik. Igen, és a saját nyálad folyik, és aztán álmodsz valamit, amitől megijedsz, és ordítva felébredsz úgy, hogy tényleg belekarmolsz az előtted ülő, egyébként normálisan utazó ember arcába. És mindenki téged néz. Ott már... Az szörnyű. De ott nem kipattan a szemed, mert ott üvöltesz egyet. Igen, de az a jobbik, amikor nem, az üvöltés, hát aztán az üvöltés és a csapkodás, na az már a leggázabb, de ilyenkor azt kell csinálni, hogy szépen ugye a szemhéjad mögül picit körben nézel, és úgy csinálsz továbbra is, mintha aludnál. És megvárod, amíg azok szépen lassan leszállnak, hogy ne kelljen szembesülnöd inkább azokkal a megvető pillantásokkal. Igen, inkább Újpest városközpontán szállsz le, pedig a Ferenciek terénél kellett volna. Igen. Csak hogy ne égjél. Az kellemetlen tud lenni, mondanám. Te is alszol, BKV-n? Fú, hát én rendszeresen, tehát olyan szinten, hazafelé? Hogy... Nem, befelé. Ja, befelé, kérdez, reggel. Befelé, reggel. Hát az, hogy az Ecseri útnál ébredek rendszeresen. Tehát, tényleg? Üvöltve ébredsz az Ecseri útnál? Rekordom. Igen. Pöttyös utca, már csukottak az ajtók, mikor borzasztó. De mi nem teszel magadra egy táblát, hogy kérem, ébresszem föl a Népligetnél? Gyakadba akasszod. Ha nem ébrednék föl, kérem, legyen szíves, ébresszem föl a Népligetnél. Köszönöm. De tudod mi, hogy ugyanaz a közönség, és tudják, hogy a Népligetnél, de hát nem mernek, meg gondolják, hogy mi van, hogyha ma a Pöttyös utcáig megy. Igen, ha túl akarsz. Nem mernek fölébreszteni. Már így reggel tudjátok, a Pöttyös utcai, abszolút. A Népligeti, a határúti, tehát ezt így vágjátok egymáshoz, igen, ki hol száll le? Hát a... Szűk kis kolónia vagytok szűk, reggel a metrón. Abszolút, de ugyanazok az arcok visszaköszönnek, nyilván vannak új utasok is, de vannak a törzs közönség, igenis, nem mernek szerintem szólni. Hát akkor szólnod kell, mikor belépsz, jó reggel, igen, megint a Népliget, aha, most igen. Elmegyek, húgyok egyet, ne felejtsenek el fölébreszteni. Valaki kajtsen már föl legyen. És a nők is üvöltve ébrednek? Tehát amikor olyat álmodsz, hogy megijedsz, üvöltve ébredsz te is, mint a pasi. Mert ugye mi tényleg tudunk úgy kelni, hogy megijedsz, álmodsz valamit, és fölordítasz, és mindenki téged néz. Nem mondd már, hogy nem volt, hogy felüvöltöttél, hogy nem tudtam, hogy már játszott Balázs! Igen, mindjárt küldöm az ajándékcsomagot, igen. Nem, olyan nem volt, nekem a fejem szokott leesni rendszeresen, tehát volt, mit tudom én, hogy szembe ült velem két kamasrác, és számolták reggel, hogy mit tudom én, a Lehel térnél mennyire járok. 20, igen, beszélek, hogy Árpád-tídnál, és akkor ugyanez, 20-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 
napja. A Laci, a mi egyik szerkesztőnk, rendszeresen járt régen vonaton. Vecsés Budapest.
négyszer rabolták ki, mert ő annyira mélyen tud aludni. Ezt kérdezzük meg tőle. De négyszer vagy ötször rabolták úgy ki, hogy ő annyira mélyen tud aludni, hogy ő össze, ki leakad a száj, folyik a nyám, ne? És mindig mindenit elvették a Vecsés budapesti járaton. Vecsésen laktak a szüleim, most is, és ott volt házuk régen, már nem, és állandóan kirabolták. Tehát szerintem róla már tudták, hogy felszáll, hogy ott jön a csávó, egy perc múlva elalszik, és hülyére rabolták. Tehát konkrétan majdnem, hogy a cipőjét is, a nadrágját, a kabátját, mindenét elvitték. És ezt egyszer megcsinálod, kétszer, négyszer rabolták ki, vagy ötször. Szerencsétlen. Azért ahhoz mennyire kell már. Rá már utaztak, igen. És fel se ébredsz, ugye? Tehát ebben az a szép, hogy annyira mélyen alszol. Igen. Dolgozni jártunk a mezőhegyesi cukorgyárba, még középiskolában, Battonyán jártam. Középiskolában is hetente egyszer át kellett menni harmadikba. És a cukorgyártásnak az egyik mellék terméke az az, hogy nagyon meleg van. De nagyon-nagyon jó idő volt, és télen átmentél, rohadt hideg, hajnali, négykor kellett menni, mindenki kész volt, és mindig elküldtek bennünket karban tartani, kiket szedjük. Karban tartani, ez volt, ki kellett szedni a munkahengereket, ami ilyen levegővel működött, ilyen cukros trutyiból. Nyilvánvaló, hogy kijött az üstből. És az volt a kedvenc szokásunk, hogy amikor letakarítottad a munkahengert, már nem volt rutyis, akkor szépen egy picit így érezted, hogy hív a munkahenger. Hogy megpihensz rajta. Megpihensz a munkahenger, és az volt, hogy a műszakvezető viszont egy ekkora villáskulcsal, egy ilyen 40 centis villáskulcsal odaóvatoskodott mellé. Rohadék. Nagyon halkan, és ugye fémből volt minden, és fogta ezt a rettetes kulcsot, és egy irgalmatlan rávágott a fejed mellett a vasra, ami hát el tudod képzelni, hogy egyrészt a hangban őrült, másrészt pedig egy óráig így remegett a fejed össze-vissza, és mondta, hogy köszi főnök, megyünk, tudjuk, elaludtunk. De ott rendszeres volt, meleg, jó illat, cukorillat. Igen, a munkahelyen való elalvás a legkellemetlenebb, főleg amikor lebuksz. Tehát, hogy az nagyon kellemetlen tud lenni, amikor a főnök ébreszt, igen. És amikor ráadásul egy picit meg is ágyazol magadnak, tudod, szépen mindent, hogy látszik, hogy ilyen akkurátusan, olyan műgonddal mindent előkészítettél ahhoz, hogy te most ott egy picit fogsz majd héderelni, és feltűnik a műgond. Ez jó, hogy meg más, az tudatos, igen. Mert ott ugye akarod, tehát ott tervezed az alvást, ami a másik, a kiinduló híró, ott megvizsgálja, lehet, hogy véletlenül bealudt a csávó. Na, hát hallgatóink is írnak nekünk történeteket, hogy ki hol aludt már el. Itt van Balázs. Hello Balázs, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, na, te óvó bácsiként dolgozol, ugye? Igen, így van, egy családi napközibe, ami nem sokára magánóvoda lesz. Na, az jó. Ott azért lehet szunyágatni egy picit, nem? Vagy ilyen titkos 5 perceket? Vagy hogy csinálod? Igen, így van. Szeptemberben kezdtem itt dolgozni, aztán... igazából az elején még ezt így hagyták a kolléganőim, hát hogy ezt kiéljem magam ebbe. De olvasás után picit így beszoktam aludni a gyerekekkel, úgyhogy... Márhogy amikor ők alszanak délután, a mese olvasás, akkor kicsit te is hunysz. Neked is van egy külön kis ágyacskád, egy kis poharad, és akkor lefekszel, te nem is leveszed. Nem volt fura a gyerekeknek, vagy te is neki vett közül, leveszed a kis cipődöket. Igen, Balázs, mert mit csinál? Én is lefekszem mellé, te gyerekek. Pihenő, nekem is. De várjál, mese olvasás közben alszol el, hogy és akkor piroska, körbenézze már mindenki alszik. Nem, olvasok, aztán utána egy picit, így van ilyen a telefonomon egy altatózene, és azt szoktam benyomni, és közben én is beszoktam bóviskolni, de csak ilyen 5 percekre, az volt, hogy 20 percre, volt, hogy 40 percre még az elején, de most már abszolút nem csinálom. És felkelti 40 percet, és a gyerekek a függönyön, ment a számháború, paintballal lövöldöztek, és elszabadult a csoportban a hát káosz. Hát a többiek, őket már elvitték a szüleik. Hát 7 óra van, óvó bácsi. És hogy ébredtél fel, vagy ilyenkor ki ébreszt? Hát ilyen két és fél órát szoktak aludni a gyerekek, de igazából ez 1 és 3 éves korosztály, tehát ilyen bölcsis korosztály. Hát ez jó. Nagyon kevés nagyobb gyerek van, 3-4 éves, de bölcsis volt, aki így felébresztett. Hát érdekes volt, igen. Felébresztett a bölcsis, de mit csinált? Hát nyomdát nyomott a fejemre aztán. Na, tényleg? Ez egy jó arc a gyerek, tényleg? Oda ment, hogy nyomott egy nyomdát a fejedre? Így van, kis szumis kislány, de ő ilyen kis elég temperamentumos volt, nagyon nehéz volt elaltatni őt. De aztán visszafektettem, úgyhogy nem volt gond. Mit csinál az óvó bácsi? Aha, nyomok egy nyomdát a fejére. Hát, ha nem ébred fel. Cigit dugok az orrába. Van tehát a lábujjait közé. Meggyújtom. Hintőport teszek a popsiára. Na, nálunk így mindennaposak ezek, hogy így összekenjük egymást. Picik ezt nagyon élvezik. Tehát így, meg főleg velem, mert nagyon engedékeny vagyok velük. Ez jó. Mi bírjuk az óvó bácsikat, ezt már a múltkor is mondtuk, hogy jó az, hogy vannak egyébként, kell a gyerekeknek a férfi energia is, igen. Szerintem sokszor egy pasi sokkal kiegyensúlyozottabb tud lenni, mint egy óvónéni.
Így van, így van. Igen. Ez is hívtak engem most itt szeptemberben, egy ismerősöm felkeresett, hogy elvégeztem az egyetemet ugye júniusban, és hát akkor ott volt még a nyár, aztán... Mondta, hogy van egy melóhely, ahol tudsz aludni. A vére. A két és fél órát lehet legálisan aludni naponta. Igen. Balázs, köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked. Ciao. Hello, hello. Én a Vatikánban aludtam el, két hét turné után egy kicsit fáradt voltam, arra keltek, hogy a turisták nevetnek és fotóznak. Tamás küldte nekünk. Londonban tartó repülőn aludtam el egy idegen fickó vállán, ebből én annyit érzékeltem, hogy egy nagyon kellemes másfél órát szunyáltam. A barátom leszállás után mondta, hogy te figyelj már, vágod, hogy a faszi vállán aludtál végig és meg se köszönted. Ez Európa, gyerekek. De a pali egyébként jó arc volt, Tamás. Én azért másfél óra után lehet, hogy szólnék. Nem? Meg nem mersz megmódulni. Te cseréljetek helyet, igen, hogy legalább a másik vállalat is. Hagyj üljek már be az ablak mellé, hogy a jobb vállamon is aludjál egy kicsit, mert itt középen a bal vállam már nagyon, nagyon ki van, igen. Igen. Buszadás közben volt pihenőidőm, kicsit fáradt lehettem, mert ahogy rádöltem a kormányra, el is aludtam. Az utasok dörömböltek az ajtón, hogy már 10 perce el kellett volna, hogy induljon a járat, és a kormány csupa nyál volt. Buszos Szatyi küldte nekünk. Azt mondja, hogy buszvezető vagyok, a hosszú pirosnál még álmodni is szoktam. Nagyon helyes. A buszvezető azért van napszöveg, mert az utasok... Igen, a buszvezetőn azért van napszemek, hogy az utasok ne a rózsafűzért szorongatva utazzanak. Írja nekünk egy hallgató. Főiskolám volt, hogy előadás közben elaludt az osztálytársam, úgyhogy letámasztotta a fejét, de olyan mélyen, hogy nem vett észre, kicsúszik a keze a feje alól. Hirtelen úgy lefejelte a padot, hogy majdnem ketté tört. A feje meg majdnem be. Plusz poén, hogy az igazgató helyettes tartotta az órát, mindenki nagyon röhögött. Szilárd küldte nekünk. Biztonsági őr vagyok. Sok elalvásom volt már, de talán a legérdekesebb egy napközbeni délben történt, kicsik beteg voltam, megágyaztam, tévét néztem, és úgy bealudtam, hogy jött a nagyfőnök, de nem tudott bejönni, felébreszteni, majd felhívta a kisfőnököt, aki telefonon ért el és keltett fel. Azért egy biztonsági őrnek az jó ajánlás, szép, nem? Szép. Annyira alszik, hogy nem tud felkelteni. Nem tudtam beazonosítani, hogy főnök, ha emegettem be, hát rendelel kell mindennek. Vigyázni kell az egységre. Igen. Azt mondja, hogy az országos katasztrófa védelmi épületet újítottuk fel villanyszerelőként. Egyedül töltöttem ügyeletet, a raktárban volt internet plusz laptop plusz XXX film. Aha. Ez az XXX, ez nagykorúaknak szóló, vagy az valami. Elaludtam, majd arra ébredtem, hogy egy vállapos fószer veregeti a vállam, hogy segítsek neki, mert elment az áram az irodájában. Ez elég ciki volt. Az azt jelenti, hogy aludtál a pornó előtt, ment a laptopodon a műsor, te meg ráborulva aludtál a klaviatúrára? Belépsz egy ilyenre, azt mondom, mekkora buli volt. Nem? Nézd, alszik. Egy a pornó. Úristen. Igen. Két átbulizott éjjel után állva elaludtam londinerként a Margit szigeti hotel bejáratában. Tányérsapkában voltam, horkoltam. Azért az is szép, amikor a londiner alszik, nem? Nálam volt olyan hét, amikor majdnem minden nap 13 és 15 óra között beiktatok egy röpke szundit munkaidőben, a székben hátradőlve, egy kicsit diszkréten, vagy pedig kicsit diszkrétebben az asztalomra borulva. Nem szólnak. De nem. Na most itt dőj már hátra egy kicsit, hogy föltűnő lenne. Nézd csak. De azt itt csak rászólsz a Janira, nem? Hogy hello. Kollégám egy banki call centerben dolgozott. Bement az egyik reggel, fáradt volt, felvette a hívást, egy ügyfél elkezdett beszélni, de már nem jött válasz, mert a srác elaludt. Halló? Halló? Itt van még? Adrián küldte nekünk, azért az is kemény, amikor a call centeres elalszik a másik oldalon, igen. Éjszakás héten beleestem a műanyag alapanyagos konténerbe, és elaludtam. Arra keltem, hogy a felszívóső beszívta az arcomat, mert a kolléga oda nyomta. LSP küldte nekünk. Ha, igen... Feri, én is mindig izgatott vagyok, de ez már viszont nem arra vonatkozik. Na, ez még a szülinapra csak besárgáztam, igen. Jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Egyébként nagyon sok jön, tehát elalvása, munkahelyi elalvása úgy látszik, hogy a legtöbb hallgatónknak. Hát nem elég, hogy Magyarország iszik munka közben, ezt ugye ezt múlt héten kiderítettük. Még az is. Lehet, hogy van összefüggés a kettő között. Vagy az egyik, vagy a másik. Igen. Az egyik ismerősöm az utolsó vonattal ment haza Isaszegre. Nagyon fáradt volt, és megkérte a mellette ülő nénit, hogy Isaszeg előtt ébredje fel, ha elaludni. A néni nagyon szívesen megígérte, mert ő úgyis 60-ig utazik. A vége az lett, hogy a srác felriadt, és ő ébresztette a nénit 60-nál, hogy le kell szállnia. Mindenki hallott. Jó. Azért az is nagyon szép, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes hirdetésre bukkantunk, ezt tulajdonképpen formabontó apró hirdetésnek is lehet mondani.
hogy most igaz vagy, nem tudjuk, nem jártunk utána, de témaindítónak egyébként kiváló, mert az egyik apró hirdetési oldalon arról szól egy hirdetés, hogy egy anyuka lakó és élettársat keres fiának cserébe az ingyen lakhatásért. A hirdetés szövege egyébként nagyon helyes, valódinak tűnik, mert azt mondja, hogy fiamnak keresek szerelmes lány lakótársat, már minden megpróbált, és én támogatom eme ötletét. Így szól a hirdetés. Megbízható, egyedülálló nőt keresek fiamnak, aki együtt élne vele szeretetben. A lakásban én is ott lakom, de nagyszerű anyósod lennék, ismer meg a fiamat, aki 29 éves és vidám, személyiségkorához képest 10 évvel fiatalabbnak látszik, és lélekben még gyermek. Áll a hirdetésben, aztán így folytatja. Látom, milyen magányos, és már neki egy komoly kapcsolat kéne. A lakhatás ingyen lenne, és díjmentesen szállhatná meg nálunk, persze hosszabb távon gondolkozom fiamnak, és ő is. Ízletesen főzök, és neked is jut az ételből. Ezen kívül egy családias lányt akarok a fiamnak, aki hűségesen szereti őt. Erről szól a hirdetés, és ez... Hát ez egy apró hirdetéses oldalon van fönt, ahol anyuka kicsit túlvezére. Lakó és élettárs. És még jut is, marad is alapon, még a koszt is jár a kvárté mellé. Azért érdekes, ugye, mert bele is ír, hogy ő is ott lakik. Igen. Tehát, hogy a fiú valószínűleg egy kicsit ilyen tutyi-mutyi, nem nagyon indult el még az lélekben élet. Lélekben még gyermek. Így van, és akkor mama azt gondolta, fél, majd én megoldom neked. Megoldom az életed. Majd a mama megoldja. Majd a mama megoldja, igen. De biztos sokan voltak már abban a helyzetben, vagy akár vannak is abban a helyzetben, hogy mondjuk szinglik. Ugye? Hát manapság ez egyébként divat is talán szinglinek előfordul lenni, vagy már nem annyira kellemetlen, mint régen. A szingli az egy életforma. Tehát arra ma már azért brendeket húznak föl, a szingliket találják meg különböző hirdetésekben, reklámokban, és óriási piac, mert hogy nagyon sok szingli van. De minden családban, minden baráti társaságban van valaki, akit hát... Zavar az, hogy te szingli vagy? Zavar az, hogy te szingli vagy, és ugye minden megtesz, hogy téged összehozzon valakivel. Mert ő tudja, hogy neked mi kell, hogy neked mi a jó. Ha családtagról van szó, ez általában a mama. Mert a mama tudja, hogy az ő kicsi fiacskájának milyen nő kell. Egy házias, egy tiszta, egy rendes, jó állással. Igen, de a mamák általában mindig ilyet akarnak. Tehát a mama ugye elképzel valakit, aztán a menny vagy olyan lesz, vagy nem olyan lesz. De vannak a barátok, barátnők, akik nem értik meg, hogy neked jó egyébként egyedül, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy téged összehozzanak valakivel. Ugye? Minden baráti társaságban van egy ilyen, az állandó kerítő, a nagybetűs kerítő, aki nem tud abba belenyugodni, hogy a barátnője szingli, és folyamatosan rondádnál rondább pasikkal akarja összehozni. Vagy Pali szingli, és vannak barátok, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogy jöjjön már össze a Géza valakivel, és hozzák az áldozatokat. Minden társaságban van egy kerítő. És a legjobb az, aki nem is szól erről, hogy téged most keríteni fog, hanem csak egyszer csak azon veszed észre magad, hogy egy vadidegen nő mellett üldögész, meg ezzel... Meglepi! Tudod! Figyelj, de azt gondoltam, hogy első ránézésre, hogy olyan jó jönnétek. Fú, voltatok ilyen vacsorán, vagy voltatok ilyen találkozón, amikor arról szólt a dolog, hogy egyedül voltatok, és valamelyik túlvezérelt ember a társaságból megpróbált benneteket összehozni valakivel? Voltatok ilyenen? Nekem volt ilyen, egy nagyon picit más jellegű volt a dolog, mert hogy ott arra futott ki az egész történet, hogy ők összejöjjenek egymással. Neki az kellett, hogy valószínűleg az lehetett, hogy a lány kötött ezzel betakaróz, hogy ő meg elhozná a barátnőjét. Úgyhogy neki kellett valakit a barátnőnek szerezni, hogy ők is tudjanak egymással beszélgetni. Tehát az egész történetben te, illetve én csak egy ilyen nem is tudom mi, egy ilyen kis utánfutó vagy oldalkocsi voltam, egy csomag voltam a brandem belül. Hogy elvittek téged, hogy leközd a barátnőt. Így van, és ott ültünk egymással szemben. Tehát egy jó csaj, egy ronda, te megkaptad a rondát, hogy beszélgessen, míg a haverod fölszedi a jót. Egy jó pasi, egy jó csaj, ezek voltak ők. Egy ronda pasi, egy ronda csaj, ezek voltunk mi. De ott abban benne volt a pakliban, hogy ti összejöttek? Rohadtul nem. Hát már már első ránézésre, tehát amikor egymásra néztünk, akkor tudtuk, aha, nem. Tehát ő is úgy gondolta, és te is úgy gondoltad. Én azt gondolom, hogy ő is úgy gondolta, hogy nem én vagyok az esete. És mi volt? Két ember nagyon felszabadultan iszogatott mellettetek, nagyokat nevettek, és egymást sibogatták az asztal alatt, míg két kicsi befeszült, egymást nagyon rondának tituláló ember méregette egymást az asztal másik oldalán? Nem, én nem tartottam őt nagyon rondának. Átlagos külsejű hölgynek tartottam. És hát akkor ment természetesen ez a hol tanulsz, mit csinálsz, igen, az petrezselymes krumpli ott előtte, de ha, én ráltott szeletet kértem, de hasábbal. Aha, de jó. Szép ez a hely. Nem.
és mindenki nézegett az óráját. És nagyon hosszú ők viszont rohadt jól el voltak. A másik oldalon összejöttek legalább? Hát természetesen ők összejöttek egymással, legalábbis egy éjszaka erejéig. Persze. Hát érted. Nekem egy kínos estével volt, bejön neki meg egy kellemes estével. De akkor ti nem is azért mentetek, hogy összejöjjetek. Nem, volt ott azért egy kicsit ilyen, persze, tehát engem azzal is próbált meg behúzni ebbe a dologba, hogy van egy csinos barátnője, én is szingli, ő is szingli, és hogy mi lenne, ha, és izé, és természetesen itt nem arról van szó, hogy mi jobban érezzük magukat, nem arról van szó, hogy a csaj eljöjjön azért, mert a barátnője itt is elhozhatja. Hát mit tak utánfutónak? Persze így. De miért nem vállalta be a haverot, hogy figyelj, azért gyere, hogy leköst a rondát. Hát miért nem vállalta? Mi ez a kamuduma, hogy gyere vele össze, figyelj, az van, van egy tök jó csaj, még olyan baromi ronda barátja, levakaratatlan, gyere már, kösd már le a rondát. Én addig elviszem a jót. Tehát ez sokkal egyértelmű, mint hogy gyere el, puffernek. Lehet, hogy félt az őszinte válaszomtól, hogy elmész, te jól. Hát egy igaz barát azért ezt megteszi. Igen, ezek nem kellemes élethelyzet, amikor ugye a pár, aki benneteket össze akar hozni, az élete nagy tervét szövögeti. Elmentek egy ilyen vacsorára, és körülbelül 6 perc után kiderül, hogy esélyetek nincs arra, mert teljesen mások vagytok. És onnantól kezdve nem történik más, mint hogy ami te is mondod, hogy ti kínosan beszélgettek, a másik pár pedig minden egyes félmosolynál, gesztusnál azt gondolja, hogy na most fognak összejönni, néznek titeket, tanulmányoznak, összesugnak a hátatok mögött, ti pedig ugye baromira szenvedtek attól a helyzettől, hogy két ember vagy egy ember összehozott benneteket, és nagyon meg kellene, hogy tetszetek egymásnak, de nincs meg a dolog. Na, nálunk ez a pillanat, hogy na most fognak összejönni, na ez nem volt erre. Ezt a pillanatot ők nem élték meg. Viszont amikor összeverekedtetek, azt nagyon szerették. Mert ráadásul elvárás is, érted? Tehát nem, hogy még hagynád magad sodortatni az árral, hogy ha lesz belőle valami, akkor oké, hanem mindenki azt nézi, na? Most már nézd meg, most már másképp nézd rá. Igen, Istenem, nézd, elkértem a sót. Igen, mondjuk itt... Igen, mert sótlanak haja. Hát persze, ugye. Itt a mama egyébként valószínű, hogy pánikban van, nem? Tehát ez a hirdetés igaz, és létező gyerekről, meg létező anyukáról van szó, akkor 29 éves, és még nem hozott haza csaj, tehát a mama itt valószínű végső elkeseredésében adta föl ezt a hirdetést. Hát ott van egy árulkodó mondat, hogyha elolvasuk, hogy lélekben még gyermek. Igen, de például a mama nem azt mondja, hogy vigye el valaki tőlem a gyerekemet. Nem jöjjön látod, ide. Hanem ő azt akarja, hogy költözzön oda a kislány. Azért érdekes, mert a hirdetésben egy szoba van. Tehát azért az egy érdekes felállás, hogy mama szuszog ugye a díványon, kicsit néha felhorkant, te pedig ugye az új kedveseddel valamilyen kis kinyitható kempingágyon a szoba másik felében, nagyon összebújva éppen próbáljátok hát elveszíteni az elveszteni valót, miközben mama hát óvó tekintete mellett azért ezt a dolgot néha nehéz. Fölébred. Jó, de tapintatosan a fal felé fordulva. Egyébként mama, legyen szíves, legalább forduljon el. Van telefonszám ez a hirdetéshez? Na, hát próbáljuk meg felhívni. Csak kíváncsiságból, hogy hát a mama nyilatkozik nekünk, hogy ki ez a fiú és miért szeretné összehozni. Közben drága hallgatók, mondjuk, hogy gondolkozzatok olyan eseteken, amikor mondjuk ti is egyedül voltatok, ha volt ilyen, és valaki a társaságból, a baráti körből megpróbált benneteket egy nagyon kínos, nagyon rossz hangulatú vacsorán, randevún összehozni egy olyan emberrel, pacsival vagy nővel, akivel nyilván esélyetek nem lett volna, hogy összejöjjetek, csak hát a barát vagy a barátnő ezt meg akarta vagy tenni. Anya. És úgy érezte, hogy ti egymásnak lettetek teremtve. Hány ilyen túlvezérelt barátnő van, nem? Hát meg a szülő is, tényleg, amit a Jani mondta, hogy ott ráadásul az van, hogy az anyuka azt szokta mondani, hogy olyan rendes az. Már az? Jó állás is, nézd meg milyen csinos, nem az. De hát majd megszokott. Postán van biztos állása. Nyugdíjas állás. Majd de jó lenne felvenni. Aha, nem, sem elérhető. Na, kíváncsi lettem, hogy mama mit mond. Mama mit mond a 29 éves fiúról. Téged vittek már el ilyen erőltetett randira? Garami Gábornak van egy öccse. Oho, Garami Balázs. Így van, Balázs. És neki van egy nagyon kedves felesége, akik engem úgy érezték, hogy belekevezessenek a tutiba, de többször is. Tehát, hogy neki küldetésük volt, amikor én szabad voltam sok évvel ezelőtt, hogy már pedig akkor most a... Ne legyél már egyedül. Ne legyen egyedül, mert olyan kedves, aranyos gyerek ez. Gyere, Maris, menjünk, elmondta a Balázs, és vigyük magunkkal a Ferencet. Így kerültem ki Budapest valami zöldövezeti területére, ahonnan menekülnöm kellett éjszaka, mert a házi asszony az úgy érezte, hogy akkor viszont tényleg, ha már mi oda mentünk, akkor legyen valami, de én meg nem voltam még fölkészülve arra a csapásra,
és gyakorlatilag gyalog jöttem haza valami 30 kilométer a hegyen keresztül, ilyen nem tudom hova vittek. Nem volt jó a jányka? Nem, de jó, nem volt rossz, de annyira én nem voltam bele szerelmes, hogy... Te mondták, hogy Feri, itt van egy csaj, menj el! Megyünk házi buliba, kimegyünk házi buliba, és akkor ott már jól érezzük magunkat négyesben, ez ugyanaz, mint a Janinál, de ők ugye ketten voltak, tehát ez a házi buli, ez tényleg azért jött össze, hogy mi ketten összejöjjünk ezzel a lányjal, de valahogy nem éreztem a hogy hívek, és akkor mondtam, hogy Balázs, menjünk már, nem érted, már ízé, ciki a dolog, jaj, majd meglátod, jó lesz az, de mondom, nem lesz jó, én nem akarom, hogy ez jó legyen, és akkor kisurrantam az ajtón, és elindultam gyalog, mert azt se tudtam, hogy, tehát nem tudtam taxit rendelni. A lány pedig ott állt egy kis lepedőben már. Gyere vissza, gyere vissza! Bemosakodva. És mondtam, Fere, hogy soha Fere. Tőle. Ezt a kis helyem hálóinget, ezt neked vettem föl. Mondta a Garami, hogy nagyon szereted, és lehet, az ott vár állaszobában, és nem érti. Ott áll, igen, ez egy 10 éve történt. De jó volt. Kis házi buli lehetett, tudod, amikor még négyen vagytok, az erős buli lehetett. És a többiek, ennyien leszünk. Igen, vártad, hogy akkor parti tudsz válogatni, több nő, de nem csak egy volt. De nem, miért mondta el? Tehát miért kell elmondani? Miért nem csinálta, hogy szervezett egy házi bulit, kicsit odasodrótál volna a nő mellé, érted? Tehát már attól válik erőltetetté a dolog, hogy, tudod, hogy elvisznek téged egy olyan helyre, ahol majd neked meg kell ismerkedni valakivel. Hát miért nem volt ez egy ilyen kis négyes házi buli, kicsit tánc, kicsit félhomály, és akkor valami lesz a dologban. Hát, gyere Feri, elviszünk téged csajozni. Hát már befeszülettől az ember, nem? Igen, mert rögtön azt mondod, hogy miért nem tehát hogy nem gondolod azt, hogy én ezt egyedül meg tudom oldani, ugye? Zsánka, hát, nem csúny. Ez van, nem volt nem? rossz, csak nem. Nem, nem volt jó. Az esetem, igen. Uh-huh. És nem volt annyi redőny a házam, hogy annyi félhomályt tudjon csinálni, hogy... De egy ilyen fél ottalból se nagyon sok. Túl nagy nem szépült. Volt szép. Túl nagy felületen volt szép. Nem szépült alkoholra se? Nem, semmi. Nem, akár ittam, te ittam, én nagyon ittam. De nem lehetett szépre inni? Nem. Ettem sikerül. Összetört szemüveggel? Nekem ez régen ment. Meg tudtad csinálni? Nekem volt időszakom, amikor nagyon sok mindent szépre tudtam inni. Itt a mennyi, ránéz, Na még egyet. Na még egy alakul, de még egy ide kell. Két vodkát, kettő. Úgy jó lesz. Egy dupla után, nézd már, nem is annyira. Nem is annyira rossz az. Hát egy, lehet azt valamit egy csinálni. Egy gyerekkori barátom volt ilyen. Szépre itt? Hát, de ő bárkit. Tehát, hogy ő nálam azért volt egy határ. Nála nem. Igen? Tehát, hogy az a típus volt, hogy volt egy bizonyos folyadékmennyiség, amit ha elfogyasztott, utána már igazából mindegy volt neki, hogy ki, és hogy mennyien vannak a szobában, és hogy nappal van, vagy éjjel. Tök mindegy. Van az a mennyiség. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Erőszakos kerítőket keresünk, illetve pontosabban áldozatokat. Milyen szituációban, mikor próbáltak benneteket összehozni egy nővel, egy pasival, aki tényleg nem tetszett, szenvedés volt a randi, próbáltatok menekülni, de a társaságból a nagy kerítő nem akart benneteket elengedni, és mindent megtett azért, hogy valakivel összehozzon. Tényleg minden társaságban van legalább egy ilyen nagy kombinátor, aki folyamatosan azon dolgozik, hogy ne legyenek szinglik a csapatban. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Azt mondja, hogy ugye érdekes témáról beszélgettünk, mert hogy találtunk egy apró hirdetést, ott egy anyuka akarja összehozni a gyermekét, 29 éves a gyermek, hát lehetnek bajok azért, szegénykém, ha nem talált magának még senkit. Anyuka azon gondolkozik, hogy ugye hát összehozza gyermekét egy lányjal, ezért feladott egy apró hirdetést. És arról beszélgettünk még a hírek előtt, hogy minden társaságban, ha az ember szingli, van valaki, aki annyira a lelkén viseli az ő sorsát, hogy megpróbálja valakivel összehozni, és ebből ugye a legtöbb esetben kínos randevúk születnek, amikor is nem tetszik az illető, a társaság erőlteti, nincs is kedved ott lenni, de mindenki szentül megvan arról győződve, hogy na ő kell neked. A mi jó most... Isten is egymásnak teremtett benneteket. Uh-huh. Mi most összehozunk csak benneteket, az. És aztán ebből mindig nagyon nagy szenvedés. Mindig nagyon nagy szenvedés van. Az esetek nagy többségében kellemetlen a szitu, szenvedsz, vakarózol, szembe ő veled egy olyan valaki, aki nem tetszik. Ha nő vagy egy ronda pali, ha pali vagy, akkor egy olyan nő, aki nem jön be, és közben sugdolóznak melletted, hogy na mindjárt összejönnek, mindjárt összejönnek. Itt van velünk Gábor, hello Gábor, jó reggelt! Szervusztok, szia Bali! Hello, ciao, hello! Honnan hívtál minket, Gábor? Budapest. Budapestről. Na, veled mi történt, mesélj? Gimiben, én negyedikes voltam. Tudod, a gimnáziumokban azért mindig vannak a menőbb srácok, közepesen menők és a kevésbé. Hát én mondjuk így menőbb közé tartottam, tehát megszokott dolog volt az, hogy akad egy-két olyan kislány, aki szívesen találkozna velem is, természetesen másokkal is, akik ebbe a kategóriába tartottak. Nem menő voltál, bírtak a csajok. Aha. Hát gondolom, te is, Balázskám, nem?
Hát nézd, nem, Gabikám, nem. Ebben a formában nem. Sose tartoztam hát a menők közé. Sose tudtam csajozni, Gabikám, és sose. Na, sose ment igazán jól. Legalábbis a gimiben még nem, Gabikám, ott még nem ment jól. Igen? Kedvetlen. Nos, a negyedikes voltam, és egy viszonylag helyes kislány keresett, hogy meg szeretne ismerkedni velem. Kiderült aztán, hogy végül is nem is ő, hanem egy barátnője, aki amikor megjelent, akkor hát azt mondtam, hogy inkább talán ezt mégsem, természetesen kedvesen tiszteletbe tartva az érzéseit. Egy duci, szeplős, vöröshajú kislány volt. Aztán eltelt egy-két év, és megláttam őt televízióban. Na. Ismert személyiségé vált, sőt, talán az egyik legismertebb személyiség a bulvárlapok címoldalán. Tudhatjuk, hogy ki ő? Hát nézd, én nem mondanám el. Miért? Szerintem... Hojit Rütko? Most még ott van a tényleg. Kárász Robi. Kárász Robi. Nem, egy nagyon ismert celeb kisasszony, illetve asszony. És ti összejöttetek? Tehát nem értem, hogy mi a történet vége? Bemutatták neked őt, akkor te azt mondtad, hogy nem. Természetesen azt mondtam, hogy nem, de ettől még telefonszámcsere, kapcsolattartás, beszélgetés, nem egy ilyen durva lerázás volt, hanem kultúráltan megpróbáltam úgy a barátság felé terelni. De azért, mert hogy kövér volt, vagy azért, mert szeplős, hát tehát neked azért, nem tetszett? Mert őszintén szóval nem tetszett. Aha. És akkor ennyien szóltam, tehát nagyon nem tetszett. És aztán néhány év múlva összefutottunk véletlenül, akkor azért egy éjszakára beteljesedett a dolog, de az egésznek a lényege az, de hogy... Akkor már nem volt szeplős, vagy akkor már nem volt duci? Félúton volt. Aha, tehát tűntek el a szeplői. Aha. Tűntek el a szeplői. Szeplőből már kevesebb volt. Folytak a szeplőt. Most mondjunk neveket, akkor elmondod, hogy igen? Tehát ha én mondok neked neveket, akkor te elmondod, hogy igen, Balázs, ő az. Hát én szerintem az elsőre el fogod találni. És hogy tudod bizonyítani, hogy ez valójában megtörtént, mert ugye ez a nehéz? Hát pont ezért nem szeretném, hisz nem volt nálam a mobiltelefon 1989-ben vagy 90-ben. Tehát akkor történt a dolog. Hát igen. És hol találkoztatok később? Kérlek szépen az Újlaki Diszkó nevű zenésztáncos szórakozó helyen. Na most hiszem el azt, amit innentől kezdve. Ez ugye elég konkrét. Az Újlaki Diszkó. Tehát szeplős, kicsit duci, vörös hajú? Igen. Vörös hajú. Vöröses. És ő TV2-s? Igen. TV2-s. Hát akkor megvan. Megvan. A Klaudia volt? Hát természetesen igen. Jó, nem voltam ott, 89-ben, hát 12 éves voltam, Alaskán. Azt sem tudtam, merre van előre, Gabikám. Hát nekem ez nem annyira természetes. Tehát azt mondod, azt állítod, hogy később összejöttél a Klaudiával. Hány éves voltál akkor? 20. És Klau? Hát azt hiszem, hogy ő 2 évvel fiatalabb nálam. És kinéztétek egymást az Újlaki Diszkóban? Hmm. Vagy lassúztatok egyet? Hát nézd, ennyire azért az intim részletekben nem szeretnék belemenni. Én lementem csajozni, mint minden normális egészséges. Hát ezen is baj. 20 éves srác vadászni a csajok között. És hát akkor futottunk össze, és mivel ugye ismertük egymást még a gimnáziumból. És te mondtad neki, hogy emlékszem, te vagy az a duci szeplős lány, akit én visszautasítottam? Hát persze, azzal kezdtem. Uh-huh. Azzal kezdtem, de hogy így, hát mondom, hogy teljesen normálisan, tehát szó nem volt ilyen lepattintásról. Aha. És hát végig beszélgettük az éjszakát, és lett az estét, és utána feljött hozzám. És remek kaszinótól járt reggel. Mondjuk az egész éjszakából az maradt meg a leginkább. Ahogy te dicsérsz, nem dicsér úgy. De nem lehet, hogy csak egy brutális vágyálom, amit már annyira valóságnak élsz meg, hogy ezt így történetbe öntöd tulajdonképpen? Nézd, Balázs, neked akkor viszont a... Én csak kérdezem. Nem. Jó. Nem, hát... Én elhiszem. De csak kérdeztem. Hogy mondjam, hogyha vágyákat fogalmaznék meg, akkor mondjuk a Sharon Stone-t mondanám, vagy mit tudom én ki. Ez megtört. És amikor megtörtént az eset, hanem... akkor a Klau már híres volt, tévés volt? Nem. Akkor még nem. Nem, akkor csak egy lány volt a melyik diszkóból?
Hát utána volt a megdöbbenés, amikor külön show-val jelentkezett, ugye azt hiszem a TV2-n, és akkor néztem, hogy hoppá, felértékelődnek a dolgok. Na jól van, oké, és azóta is nagy csajozógép vagy? Nem. Tisztességes családapa vagyok, szó nincs ilyesmi, olyan mondom. Ezt se hiszed el. De hogy nem, hát miért? A klónak is lehetett előélet, tehát 18-20 évesen, hát csajozott, pasizolt, hát hogy nem? Tehát annyira ijedettem, és azt mondod, hogy Angelina Jolie-val jöttél össze, nem tudom, egy új fehér toy diszkóban, azt egy kicsit talán nehezebben hinném el. Jól van, oké, köszi, hogy elmondtad nekünk, Gabi. Nagyon szívesen. Vigyázz magadra. Ti is, sziasztok. Ciao. Szia. Hello. Annyira irigykedek. Balázskám. Gabikám. Balázskám. Feliké. Na, nézzük még gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy a Nagyim nagykerítő jelszava, hogy csak az ördögnél legyen egy fokkal szebb. Ebben a szellemben rámállított a helyi boltos hentes lányt, aki szélesebb, mint magasabb, viszont mama szerint szép húst ad neki. Az. Ez egy szempontok. Így gondolkodnak a mamák. Hát válogatos vagyok. Válogatos vagyok, így a nagy összeforrás elmarad. Uh-huh. Dávid. Mindig pult alól szolgál ki. Sogornő se akart egy házibuli összehozni egy lányjal, bemutatkoztam, majd a lány egy megvető férészek mosolya mondta, vécére kell mennem. Azon az estén, és azóta se láttam a lányt, ezt Tamás küldte nekünk. Nekem volt egy nagyon jó fej barátom, annyira próbált segíteni, hogy a kiszemelt lányzót addig puhított, amíg helyettem szedte fel. Érdekes volt, már több hete udvaroltam, majd egy buliban mondta, hogy bízzam rá a csajt, majd ő elintézi. Elintézte. Ez nagyon jó. Dávid küldte nekünk. A barátnőm nem szeretik a páromat, akivel 7 éve vagyok együtt, és ők 7 éve nem adják fel, hogy szerintük normális fiút keressenek nekem. A büfében, ahol dolgozom, folyamatos randikat szerveznek, ez baromi kellemetlen. Írja egy hallgatónk. Igen, folyton anyukám barátnője akart összeboronálni valamelyik fiával, mondtam, hogy jó fejek meg minden, de ez nem így megy. Melyikük tetszik, jött mindig a kérdés. Baromira untam. Robi vagy Tomi? Enikő írta nekünk. A barátnőm a srác jelenlétében kérdezte meg tőlem, hogy bejön-e nekem. Nem jött be, próbáltam valamit hebegni, habogni, baromi kellemetlen volt. Azt mondja, hogy nemrég egy barátom szervezett nekem egy ilyen randit, hármasban beszélgettünk arról, hogy a szép csini lányokkal csak megjelenni lehet, de társnak nem valók, mikor a végén felállt, ennyit mondott, köszi, de nem maradok. De maradok inkább a dekoratív lányoknál. Moncsi. Micsoda? Ezt nem értem. Miről szólt ez? Dísa értétek, gondolom. Az, hogy szép lányokkal csak megjelenni lehet, de társnak nem való. Mikor a végén felállt, ennyit mondott, köszi, de maradok inkább a dekoratív lányoknál. Moncsi. Tehát ezt a lány mondta a srácnak, hogy szép lányokkal, akkor Moncsi, te nem vagy szép, vagy... Nem tudom. Nem értem. És utána a csávó mégis azt mondta, hogy marad a dekoratívoknál. Kérdezz meg a Klaut valamikor, ha mész be a TV2-be, csak emlékszik-e. Melyik diszkó? Csak ennyit? Melyik diszkó? Milyen diszkó milyen volt? Új Laki diszkó. Az Új Laki diszkóban. 90. Gábor. Jó? Csak úgy kíváncsiságban. Új Laki diszkó, 90. Gábor. Gábor. Jó? Csak ha találkoztak, akkor kérdezz. Mit mond neked valamit, az Új Laki diszkó, Gábor. 1990. És így berántala. Senkinek nem beszél róla. Az kérdés, hogy mennyire volt igaz ez a sztori, igen. Robika, ide mennyire válogatos hapsi? Robika küldte nekünk, igen. Blasszus, Klau azt mondta, én voltam az egyetlen. Na most tessék. És ki csinálta a kaszinó tojást? Azt én nem értettem. Ez az, hogy most éjszaka fölviszel egy nőt, aki kaszinó tojást csinál neked éjjel. De a Klau csinált kaszinó tojást neki, vagy ő csinált kaszinó tojást reggel a Klaunak? Vagy csak volt kaszinó tojás otthon. Nem tudom. Vagy csak a Klaunál volt kaszinó tojás. Most ha fölviszek egy nőt, azért ő nem fog kaszinót. Tehát, hogyha már kaszinó tojással töltjük az időt, akkor nagy baj van, nem? Hát nem, reggel csinál neked egy kaszinó tojást, azzal nincs baj. Hát miért? Sose tudjuk meg, hogy igaz volt, vagy nem. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Elkezdtük egy érdekes dologról beszélni. Ugye jön a tavasz, az emberek bújják egymást, a csajokat megnézzük. Így mi van. Férfiak. Állítólag a csajok is megnéznek bennünket. És hát...
az internet pedig tele van gyöngyszemekkel, mert hogy minden önmagát jó palinak mondó férfi, vagy hát nem is minden, de sokan csajozási trükkökkel árasztják el a YouTube-ot. És hát ez gyerekek, ez számunknak öröm, és mi ebben fürdünk, mert hogy lehet válogatni. Fél tanulni soha se később. Igen. Csajozási tippek. Az első nagy sztárra néhány hónappal ezelőtt akadtunk, emlékeztek, ő volt a fonali járó csávó. Igen. Hogy befűzöd a társas dinamika oktató. Az az társas dinamika, befűzöd a fejed tetejébe a madzagot, amit végighúzol a saját testeden, és mintha te azon lógnál. És ő mondta azt is, hogy nem adsz utat a babakocsis nőnek. Nem, hát nem térsz ki. Nem térsz ki. Tehát ha terhes nő jön, ha babakocsi jön, te nem térsz ki. Ha mozgássérült, nem, te mész egyenesen előre. Tényleg, babakocsi, tolókocsi az volt. Nem térsz ki. Tehát véletlenül se engeded el a tolókocsit, véletlenül se engeded el a babakocsist. Ugye ő volt a fonáljárás nagymestere. Megszólaltattuk adásban, hát a beszélgetés inkább volt kínos, mint vicces. De kíváncsiak voltunk rá, hogy aki tényleg csajozási tippeket tesz föl az internetre, mégis milyen, ha élőben kell megszólalnia. Hát ő egy gyöngyszem egyébként. A megdöbbentő az, hogy vannak olyanok, akik elmennek az ő tanfolyamára. Uh-huh. Tehát vannak, akik tényleg súlyos 10.000-20.000 forintot fizetnek be, hogy meghallgathassák, hogy mi az a fonaljárás. És hát most is találtunk valakit, pontosabban te találtad, ugye? Igen. Kezdjük már ott, hogy mi az... Fent keresel ezeken az oldalon. Közelet az ötvezésbe ütötted a YouTube-ra, hogy megadett és csajozási tippek. Vagy mi van, Ramones, és azért nézzük rá csajozási tippekre, hát ha hallunk valami újat. Igen, új Guts meg album, és aztán ezt dobtak. De az egyik oldalon találtam, ott figyeltem fel rá, és hát például ugye a fonaljáros embernek a tudható be ez a dolog, hogy azóta én is odafigyelek ezekre a különböző kis oktató videókra, hogy hát, ha megint előkerül egy ügyel olyan kis, ahogy Balázs fogalmazott, gyöngyszem, egy ilyen önjelölt oktató, aki elmondja nekünk, hogy hogy tudunk például jó becsajozni, hát ugye jön a tavasz, az emberek nagy részét, a férfiak nagy részét ez érintheti. Hát, vagy csak leállhatni egy pillantást meg a súlyos, a hátrányos helyzet. Igen, meg igen. Hogy kiprovokáld azt a mosolyt, azt igen. A viszont mosolyt, amit eddig csak a foncsorba sikerült. Mondjátok meg nekem, ez egy magyar sajátosság, egyébként ugye a jó nők soha nem mosolyognak, és totálisan rezenéstelenek. Tehát én ha jó csaj lennék. Egyébként nem vagyok rossz csaj. Szerintem. Vagy rossz mondani, hogy mi az, hogy komolyan mondom. Engel is belenéztem a tükörbe, és arra gondolom, nem vagyok annyira rossz. Hogy én ha jó csaj lennék, és én szép lennék, én biztos, hogy nem azzal tennék még rá, hogy totálisan mísz vagyok, nem mosolygok senkire, és ha valaki, ne adj Isten, maga akár egy ronda pali is rám mosolyog. Megvető pillantásokkal undokul félrenézek, hanem felvarázsolnék reggel egy ilyen soha el nem múló mosolyt az arcomra, és magam köré tekerném a férfiakat. Magyarországon mi van? A de jó csaj... De ez nem túl debil reggeltől. Ja, ne, most nem így... Olyan csinos vagy, Gabi... Csinos vagyok, csinos vagyok. Úgy megfognám a seged... Nem erre gondolok. De hogy úgy tudod, ha egy csaj mosolyog, akkor egész egyszerűen még egy rondát is megszépít. De mit gondolok, hogy ez ha egy ilyen jó nő mosolyog, az meg gyönyörű. Hogy felkérési keringőre? Igen, hanem hogy azért, ő hogy a táptalaj, tudod? Aha. Azzal, hogy visszamosolyog, mert te rámosolyogsz nyilván, ő visszamosolyog rád. És a kis rondaság még végig gondolja a dolgot, vagy tovább gondolja. De tényleg így van, hogy egy kevésbé dekoratív vagy szép nő is nagyon sokat dob, ha tud mosolyogni. Én imádom azokat a csajokat, akik nem szépek, de mosolyognak, és mondjak ellenük valamit. De hogy van az, hogy elmész egy szórakozó helyre, bemész a városba, elmész sétálni valaki, látsz egy jobb csajt, ugye most ki a jobb csaj, hát ez is ugye nyilván ízlés kérdése, de hogy az a büdös életben nem fog rád mosolyogni, hogy rád se néz, vagy ha rád néz, akkor egy ilyen megvető pillantást kapsz tőle. Nem? Hogy igen, mit akarsz? És már marad egy kis nyugodott önbizalom. Igen. Most miért kell? Igen, tehát én is megyek, sokszor ránézik egy jó nőre, hogy azt hiszem, hogy na majd akkor most dob egy mosolyt, tudod. Learatom. A házas ember vagyok, ennyi jut. Ennyi azért még jutott. Hát azokat a megvető pillantásokat, amiket te jó nőktől be tudsz gyűjteni. Nem? Mit akarsz? Te kis nyomorolt, te kis morzsa. Igen, és egyből úgy érzed magad, hogy Jézus Isten. Hát te összemész kicsire, és gurulsz meg tovább. Ide fújt valami szemetet a szél. Hogy van ez? De nagyképű a jó csaj. Tisztelet a kivételnek, mert hogy azért vannak jó csajok, hogy mosolyognak, de legtöbb jó csaj nem. Miért nem? Nagyképű arra, hogy ő szép. De arra vannak elszállva. Nem. Szerintem igen. Szerintem valamelyik tart attól, hogy tényleg tovább gondolod, és akkor beindul egy ilyen nem akart flört, vagy de, ilyesmi. De mi? Akkor mert annyira akkor tudja, tovább. Hogy minden férfinak egyre jár az. Ezért nem mosolyog, ezért vagyok mindenkire kicsit undok, és ezért vagyok olyan kicsit, hogy megvető pillantásokat dobok mindenkinek. Nem, téged utálnak, viszont Feri.
De most tessék, rátok a jó nők mosolyognak? Tehát aki igazán jó, mert én 10-ből 8-szor azt látom, hogy soha. De nem csak rám, utának a barátai megyünk valahova, a jó nő azért nagyon mi. Vonul a szórakozó helyen, vonul itt, vonul ott. Tisztelet a kivételnek. Nem így van, nem ez mindig, egy ilyen általános nem mindig, és én egyébként azt szívesen mondanám nekik, hogy most tényleg nem azért kellene, hogy visszamosolyogjál, mert hogy akkor majd elmenjünk ide hátra a pult mögé, vagy a göngyölek hát közé, kicsit. És akkor bármi, esetleg még ez is benne le. De hogy egyszerűen csak azért, mert nekem, én is örülök neki. Én is örülök neki, tehát egy tök jó pozitív visszajelzés meg. Rámosolyogsz valakire, és nem mosolyog vissza, az olyan fura. Az egy picit fura. És most akkor bántod, hányszor járok így. Nem, én már nézek egy kocsiba, én mosolyog, átmosolyog, hát semmi, elfordulnak. Hallod? Hát akkor viszont tényleg el kéne gondolkozni. Én ezt minden nap átélem. Nálad lehet, hogy az van, hogy jó van, néha, mit röksz, igen, fiát multipla, és akkor mi van? Ez legalább kivap fizetem. Rohadj meg, rohadjál meg! Igen, te szemét gyipes. Nem, tényleg így van. Amit beszélünk a hírek előtt. Nem értem. Bár csaj. Én megnézem. De én nem csak átnézek, jó egy kicsit, nem flörtön, csak egyszer megnézed. És így átnéz, és így vissza. A kevésbé szépeknél aratok. Aha. A nagyon csúnyáknál egész jó vagy. Maga vagy egy félisten vagy. De ne, tehát egy nő minél csinosabb, vagy minél szebbnek gondolja magát, annál undokabb. Basszus, ezt nem értem. Tudja, hogy szép. Igen? Tudja, hogy szép, és hogy annak szól. De vannak azért jó csajok, akik mosolyognak. Na, Jani talált egy tesztet, ami hát ebbe bele kell hallgatnunk, zseniális. Csajozási tippek. Adja ezt egyébként egy olyan férfi... Hát most mit mondják róla? Mondd el. Felvezeti zenétől. A hajbatúrás dominancia teszt. Öcsisaj. Figyeljetek, ezek a szavak, igen, hogy keresik, mi volt a fonaljárónál, ő micsoda? Társas dinamika. Társas dinamika, itt meg akkor ez a hajbatúrozta. Mert ez tudomány. Ez tudomány. Igen. Na, hajbatúrás dominancia teszt, ez így néz ki. Belehallgatunk egy kicsit. Az egy úgynevezett kinoeszkalációs teszt. Hogy mi, bocsánat? Kinoeszkalációs. Végignézted a videót egyébként? Persze. Igen, nem mindent értettem belőle, például ezt a szót sem. Jelentsen a szó bármit is, igen. Szaglászás tesztről ugye volt szó, nagyon hasonló. Mert van szaglászás teszt. Úgy hívtuk, hogy a hajbatúrás teszt, amikor fogod egy lánynak, és a hajába túrsz. Áll mellette egy lány, akit most finoman megrángatott. Tehát a lány konkrétan könyvbe lábadt a szeme. Képzeljétek el egy nőt és egy férfit egymás mellett. A pasi egy ilyen márványkoptatott farmer van, egy két számmal kisebb zakóban, egy nem túl szép fekete inkben egyébként. És áll mellette egy csaj miniszoknyában, aki ő demonstrálja a hajbatúrás tesztet. És egy picit egyébként az úriember, az nem egy ilyen slank alkat, picit azt hisz az ember, hogy a következő pillanatban dob rajta egy kaszáló csípőt már, mint a lányon. Tehát ott nem érzed azt a kis finomságot, meg látságot. Meg kicsit olyan előre lohalós ez a technika, nem? Tehát, hát, hogy ő odalép konkrétan, tehát hogy nincs az, hogy így valahogy oda kerül a nő mellé, hanem egy határozott lépés, beletúr, azt várom, hogy a fejét így hátraszorítja egy kicsit, és igen, azonnal megtört. De most komolyan, tehát hogy itt valószínűleg az történt, hogy már megkapta azt a mosolyt, amit mi hiányolunk reggelenként. Tehát hogy az elején már túl vannak. Képzeld el, a pékségben, az újságosnál nem tudom hol. Megvan a mosoly, odalépek, hajba túrok. Igen. Na figyelj, hajba túros tesz, folytatódik. Azt már elmondtam nektek, hogy a nyaktájék egy nőnél, ez egy nagyon érzékeny terület, tehát ez a rész. Na most, hogyha beletúrsz a hajába, azt mondjuk kombinálhatod a szaglászás tesztel, akkor... Nem, ezt még nem hallottam. A Fari odahajult a csaj a nyakához, és beleszagolt a nyakába. Ez valaki komolyan gondolja, hogy ez működik? Hát szerintem... Ismeretlen nőnél? Kimegyek a folyosóra, az elsőn kipróbálom. Figyelj! Anyád! Rizses lecsó! A kedvenc! Tehát, de hogy most komolyan? De döbbenet, hogy ezekkel tele van az internet, és szerintem egyébként ezt fiúk megnézik, és ezt utána alkalmazzák. A Pali odahajol a csajhoz, megfogja a nyakát, beleszagol a nyakába. És csinálsz egy olyan kombinációját, amikor egy kicsit jobban beletúrsz, most erről mutatom, kicsit jobban beletúrsz, és egy picit, tehát finoman megmarkolod a haját, jó? Tehát nem durván, tehát nem az a lehúzott, hanem csak egy nagyon-nagyon picit belemarkolsz a hajába. Most ez egy tudatalatti dominancia jelzés. Hát
Hát mi... tudatalatti? Aha. Gyerekek, ki az a Domján László? Mi az az agykontroll? Na most... egy tudatalatti dominancia jelzés. Hát tehát gyerekek. Hát Hozé Szilva sehol nincs az agykontroll kitalálója. Igen. Nem? Igen. Tudatalatti dominancia jelzés. És ha már egy ilyen brazilos nevű fiatalembert említettél, innen már tényleg csak egy pillanat az, hogy könnyökkel rátámasztasz a szejcsontjára, és belerántod egy hízagerébe a fejét. Hát, hogy azért basszus. Nagyon szerint, ne, tudatalatti dominancia teszt. De mégis óvatos. Jó? Tehát itt nagyon vigyáznod kell arra, hogy ezt nem szabad erősen. Jó? Tehát ez finoman. Vagy hogyha mondjuk biztos voltál már olyan szituációban, hogy a barátnőddel szexelt, és akkor elkapott titeket a szenvedély, és akkor jó. Mondja ezt egy kopasz, körszakálas, kinőtt zakós pali. A legszebb az egészben egyikén, akinek semmit nem hiszel el. És a csaj látványosan unja mellette és a dolgot. És a kislány nagyon unja mellette. Picit ez a biztos voltál már vele, te úgy. Igen, biztos voltál már vele úgy, hogy szexeltél a barátnőddel. Hát, megesik. Hát, előfordul, de sokat előfordul. A hajába, és az olyan jó érzés volt. Az is lehet, hogy mondjuk neked van hosszú hajad, és a barátnőt túrt bele. Ugye, tehát ennek, annak van egy feelingje. Na most, ugyanígy, hogyha a lány már adott neked finom érdeklődési jelzéseket, akkor nyugodtan jöhet a hajbatúrás teszt, amit legjobban a szaglászás teszttel tudsz kombinálni. Tehát, hogy amikor megszagolod, akkor beletúrsz a hajába, és egy picit, tehát csak ilyen nagyon finoman megszorítod. Nem kell szokni. Várjál. Te ezt végignézted, Jani, egyébként? Ez, persze, de nagyon élvezem. Tehát itt 10 perc arról beszél, hogy szorongatod a csaj nyakát. Így van. Azért az elsőre szerintem azt megnézné egy nő, amikor a diszkóba egy pali elkapja a nyakát. És nem, nem szimpatikus. És finoman belehajolsz. De ő egyébként szaglásfetisiszta, azt nem tudom. És úgy szimatolod meg. Jó? Jó. Nagyon jó. Itt megint csak kiváltasz a nőből egy ösztönös érdeklődési jelzést. Egy... De csávó kutya volt előző életével? Vagy? Tehát ez a körbe szagolgatok azonnal mindenkit? Igen. Áruld el az a vége az anyagnak, hogy lepisili, vagy mi? Mi történik? Igen. De figyelj, és az érdeklődés, amit kiváltasz a nőből, akkor ez itt mi? Tehát az, ki ez a hülye? Tehát, hogy most komolyan, tehát, hogy el tudjátok képzelni, hogy amikor találkozol egy nővel, és mondjuk mit tudom én, volt egy-két oda-vissza pillantás, látod rajta az érdeklődést, látod rajta, hogy nem utasít el, odalépsz. A bemutatkozol? Azt mondta, hogy be kell mutatkozni szaglásra? Nem, nem, a szaglásra. Jaj, mert se hülye ízés maradé. Többen kérdezik, hogy ő a fonaljáró-e? Nem, ő nem a fonaljáró. Nem, arról beszélünk, hogy az internet tele van önjelölt, igen, csajozási tippeket adókkal, hát ő egy másik egyébként. Érzékelni fogod, hogy tetszik-e neki, vagy nem. Tehát, hogyha tetszik, akkor megérint, mosolyog, közeledbe marad. Ha nem tetszik neki, akkor itt fog vágni egy arckifejezést. Na jó, de jó? Én ezt nem akarom megvárni. Az, ez most menj oda, szorongasd meg a nyakát, ha bejön, bejön, ha nem, pofon vág. De előtte szabolj meg. Mondjuk, gyerekek, én kezdek a sráccal lenni. Hát az igen. Összes macerát ezzel kiszűröd. Igen. Érted? Mert kiderül, aki ezt bírja, az első percben kiderül, aki ezt kibírja, azzal lehet valami. Ha itt ezek után pofon vágnak, akkor nyilvánvaló, hogy mész, és a következőbe szagolsz bele. Nem? Egyébként nincs vesztenivaló, igen. Ezzel már azt tudod letesztelni, hogy itt már valahol a piramisnak a közepén állsz, hogy érdemes-e gyorsan kezdeményezned, vagy visszavenned a tempót, és szép lassan. Nem hiszem el, hogy ezeknek valaki elmegy a tanfolyamára. Én nem gondolnám, hogy ezt te megnézed, és azt mondod, hogy igen, itt van 50 ezer, taníts! Taníts! Nem. Hogy kell egy nő, egy ismeretlen nőnek megszorongatni úgy a nyakát egy szórakozója, hogy tuti, hogy pofon már. Ez azért van, mert neked nincs mit tanulod, te már a piramis közepén állsz. Tehát egyszerűen nem életszerű, nem, hogy nem életszerű, nem hinném, hogy ha én most vele elmennék szórakozni, ő föl tudna szedni bárkit is. De tényleg, nem? Hogy oda menne, jó dumát nyomna, fizetne egy mohítót, és a csajok zabálnánk. Tehát ezzel a körbeszagolgatós, hajszorongatós tesszel. Még erre a hajbatúrás is mindig mást hallok. Tehát, hogy igen. Ez a hajbatúrás teszt is nagyon fura. Kell fülelnem, hogy azt hallom-e, amire gondolok, vagy nem. Tehát amikor már letesztelted, nem tudom, intim zóna tesztel, puszi tesztel. Intim zóna teszt. Azért mondom, a itt puszi van. Teszt az angolul puszi teszt, vagy igen. Magyarul puszi teszt. Vagy az nem mindent, hogy mi a puszi teszt, in English, vagy magyar. Van az intim zóna teszt, és a külföldi nézőknek pedig puszi tesztként apostrofálnám ugyanezt. Gyerekek elképesztő. De az tényleg elképesztő. Egyébként a szemüveget sajnos nem volt rá időm azt megnézni, de az is szaglásból indul. A puszi teszt? Persze. Igen. Jó, szóval gondolom a puszi teszt, adsz neki két puszit. Jó, oké, nézzük tovább. Még van a puszi teszt. Mit mond még? Érdeklődéseket, vagy úgy alapból látsz rajta érdeklődéseket, és olyan a helyzet,
hogy bedobod mondjuk a szimattesztet, a szagolászattesztet. Ez a csávó tényleg kutya volt. Ez előző életében egy dándog volt. Biztos, ez szimatteszt, szaglásteszt. Több száz bizsla lájkolta már az oldalát. És imádják a francia buldogok is. Igen, de tényleg. Tehát... Na, én... És azt kombinálod a hajbatúrással, és arra is érdeklődésjelzést kapsz, az azt jelenti, hogy a kezdeményezést felgyorsíthatod. Ilyen egyszerű. De a hát akkor... Aha. Na igen, ez már hagyjuk, mert ez a reklám része van. Akkor nincs más dolgod, mint a videó... Na és így. Nagyon jó. És nyomja. Van szerinték is. Hívd, csörög, vedd meg DVD 5000. Hihetetlen. Elmész? Már elmentem. Ez egyszerűen csodálatos volt ez a videó. Egyszerűen csodálatos. Mennyi mindent tanultunk megint. Két út között, vagy két ember között a legrövidebb út a szaglás. Ne, abban egyébként van valami. Tehát abban van valami, pont most jelent meg valamelyik oldalon egy cikk, hogy te férfiként, nőként megérzed a feromont, és érzed, és ha te ránézel egy nőre, akkor ugye, ha te őt megkívánod, az azt jelenti, hogy az órod már bizonyos szagokat észlelt, illetve a tudatalatti, tehát nem arról van szó, hogy jó a parfüm illata, hanem érzed a feromonokat, működnek a hormonok. Tehát te szaglás iránt kezdesz el egyébként tetszeni egy nőnek, és éppen fordítva. Tehát neked, ha bejön egy nő külsőre, nem tudod, hogy mitől jön be. Az állítok azért van, mert hogy érzi az orrod, és a tudatalattid azokat a hormonokat, feromonokat, amit mondjuk áraszt magából egy nő vagy egy férfi. És ez ebben van valami, de ez nem az, hogy körbe szagolgatom egy szórakozó helyen, miközben erősen szorongatom a nyakát. Tehát ezért a kettő nem ugyanaz. Az a baj, hogy náluk kevés a nő, de én rendszeresen érzem azt, hogy amikor az Ákos bejön például a stúdióba, szinte felök le a tesztoszteron szintjével. Mindig hátra kell csúsznod. Igen. Igen, na mindegy, hát ez nagyon jó. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk kísérleteket, jó? Villamoson átnézés, rámosolygás, autóból rámosolygás, mit mondott? Oda mentél hozzá, megpróbáltál vele ismerkedni, átnézett feletted, és köszönt a barátjának. Tehát olyan pillanatokat várunk, amivel ugye most hát tele van a világ, és minden nap megtörténik, jön a tavasz, vetköznek így a csajok, mindenki mosolyog, mindenkire kívül, a jó nő vagy, mert akkor szerintem kevésbé, ugye? És kinek milyen tapasztalata van? Mi történt az első puszi, az első szaglás, illetve az első puszi szaglás? A nagy-nagy puszit, ezt így van. Kiig csajozunk? Tessék? Kiig, ami kiérünk a reptéren, az egy a éve mosolygós. Nem, egy éve nem volt mosolyom, úgyhogy gyerekek, én velem rossz lóra tesztek. Janit, bedobjuk rá, biztos. Én velem megyek. Te gyerekek, nálam zéro. Zéro. Az utolsó egy évet az öt kezemen. Ja, annyi nincs. Az öt három lábamon. Meg tudom számolni. 10-ből 8 mondom, elfordul. El kell azon gondolkoznom, hogy öregszem, vagy újra melíroztatnom kéne, nem tudom. De ugye? Azért mindenek megvan a határa. De hogy velem nem jártok jól. Velem nem jártok jól. Hol találkozunk csajjal útközben? Hát úgy érted, hogy a piros lámpánál a kocsiban. Ja, mert csak gondoltam, hogy mindig biztonsági őr kislány most nincsen bent reggel, neki el tudnánk keresztelni egy mosolyt, de neki hivatalban morcosnak kell. Igen, ő nem, már találkoztam vele, mert egyszer most ugye most taxival járok, és én is az ajtó jövök be, én eddig sose láttam, mert mindig a másik oldalra jövök. Tök mosolygós, helyes csaj egyébként. Csak neked nem szól, Jani, a mosoly. Ezek szerint. Hallod? Rámosolygott. Lehet, hogy átmögöttem valaki. Nem tudom, az utóbbi egy évben már simán arra gondolok, hogy biztos állnak mögöttem. Na, hát mi meghallgattuk ugye a csajozási tippeket egy újabb önjelölt, nem azt mondom, hogy őrültől, de egy csajozó géptől tulajdonképpen, és... Mr. Nózitól. Mr. Nózitól. A nagy, szaglás fetisisztától. Igen, a szagolgas körbe szimatold meg, csináld meg a nagy puszitesztet, markolja hajába, csupa-csupa érdekes dolog. De hát ha valaki kezdő, akkor akár ezt is ki lehet próbálni. Éppen most próbáltam a buszon a hajbatúrás tesztet egy szimpatikus hölgyen, de sajnos a férje fel, és olyan baflást adott, hogy szikrákat látok. Üdvözlöm a videós oktatót, Jóci küldte nekünk. 42 éves Jócsaj vagyok, nézőpont kérdés, és igenis, én még mindig mosolygok. Tereiné Csonka Mária a Facebookon megnézhettek, és döntettek. Szép napot, tavaszon. Már megyek. Keresem, én is. Nézzétek meg. Mosolyogtunk egymás a villamoson, majd elővettem a nagy kijelző számológépem, és beírtam a számom. Ránézett, elmosolyodott, és beírta, sose hívott, utána néztem, hogy elírtam. Hát, az igen. Oda léptem a csajhoz a villamoson, megszagoltam a nyakát, pofonvágott, elkaptam a haját. Most mit kell csinálni? Ott állnak a kombinón a blahára. Igen, visszamosolyogni. Valamit csináljál, mert igen. Gyorsan szagold meg még egyszer. Hát, ha kevés volt a szaglás teszt. Igen. Fiúk, miért nem mosolyognak a jó nők? Hát az ilyen idióták miatt szerintetek már félnek kijönni az utcára. Jaj, szegények. Uh-huh. Szegények. Hát ez szörnyű lehet egyébként. Borzasztó lehet nekik bent. Igen. A leeresztett redőnyök mögött ott egy sarokban.
Igen. Szűkölni. Szűkölni, igen. Nem tudunk kimenni az idióták miatt az utcára. Ültem a villamoson, eszembe jutott egy picit vicces sztori, elkezdtem picit mosolyogni, a velem szemben ülő pasi azt hitte rámosolygok, felbátorodott, beszólt, hogy nagyon szép vagy, elkezdett volna beszélgetni. Igen, szerintem ettől félnek inkább. De egyébként én amikor beszélgetek jó csajokkal, és egy kicsit mészek, és valahol találkozom, ők mindig mondom, mert hogy annyian nyomulnak. És mondom, figyelj drága, gondolj arra, hogy egyébként 170 kilós lennél, reteltesen oda, még büdös is. A kutya nem nézne rád. Miért nem örülsz, hogy szép vagy? Gondolj erre. De hogy ez mekkora, mert mindenki oda akar jönni, mondom, figyelj, és ha ronda lennél, nagyon kövér, és izé nem, akkor nem jobb így. Nem, de nem így van egyébként? Dehogy nem. Meg szörnyű hogy... teher egyébként, hogy túl jó csaj vagyok, mindenki ismerkedni akar. Örülj neki, hogy szép vagy, mosolyog. Hát ez egy eszköz, amivel lehet életet, nem kell elszállni, nem? Hogy most akkor de nagy lehet, hogy ez vagyok. A valamiért mindig sírni kell? Tehát ha jó nő vagyok azért, ha rossz, akkor azért. Hány olyan nő van, aki örülne annak, ha valaki rámosolyog? Nem? Persze, meg egyébként meg az, hogy csinosan meg szexin felöltözködnek, akkor a tudnom kellene, hogy az csak a jó pasiknak szól? Tehát, hogy hívjákoknak, a kicsit lepattantabbaknak, a kicsit kevésbé kigyúrtaknak, kevésbé jóképűeknek, kevésbé szolizottaknak. Nem szól. Nem szól. A jó pasiknak meg szól. Igen. Aha, ezt tudni kéne. Igen. Hello, Bali, tegnap a taxiból rám mosolyogtál a taxiból. Ennyire ronda vagyok. Én voltam ennél a fickonál 20 000 ért egy napos csajozós tréningen. Ne hívjatok. De kár. Pedig milyen szívesen felhívnám. Elég annyit írsz, hogy bejött vagy nem. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk továbbra is. Esztergomban ez a helyszínünk, itt is vagyunk egészen 10 óráig, maradunk, és reméljük, hogy mindenki töltöget, mindenki szelfizik a gyönyörűséges kis autókkal, és aztán 10 óra előtt néhány perccel kiderül, hogy ki az, aki boldog autó tulajdonos lehet elvileg, vagy hát legalábbis kap egy virtuális kulcsot. Ma, aztán pénteken majd a West End előtt leszünk, ugye november 13-án, a nyugati téri bejárat előtt, és hát ott dől el, hogy ki lesz autó tulajdonos. Koncert is lesz, 10 órakor Vastag Csabi érkezik hozzánk. Vastag Csabi. Menő. Vastag Csaba, 10 órakor. Utolsó, majdnem, hogy az utolsó olyan koncert, amit egyedül vállal a Csabi. Már jövőre csak nagy koncertek lesznek, úgyhogy aki szereti azt a fajta lazaságot, amit ő úgy így nyom, így egyedül előadóként, már csak ezért érdemes kijönni. Így van. A vastagabbé közül a vékonyabbik lesz ott. Így van. Nem már. Szegény. Bocs, hogy Tomi. Egy ilyen nyomorúságos szójátékkal legyünk. Vastag Csabi, így van. És 9 órakor is lesz koncert, amíg ugye hírek megy, időjárás, közlekedés. Addig ugye kapnak? A Super Stereo, ne? Rendesen mondom a nevüket, tegnap csak rosszul olvastam. A Super Stereo lép majd fel 9 órakor a West End előtt, az Üvegstúdió mellett, vagy előtt a kis mini színpadunkon. Úgyhogy érdemes meglátogatni mennünket, Budapest, West End nyugati tér. Még ott a helyszínről is választunk majd valakit, aki egyébként kulcs tulajdonos lesz. Azt viszont biztos, hogy nem 3-4-10-kor választjuk. Nem 3-4-10-kor, hanem 9 előtt néhány perccel. Úgyhogy az nem elég, ha valaki még 9:30-re odajön gyorsan fizik egyet, és tölt egy lapot. Mikor sorsoljuk az éter nyertesét? Az éter nyertesét már csütörtökön. Holnap. Már holnap, így van. Tehát holnap már kisorsoljuk azon hallgatóink közül a virtuális kulcsot, akik SMS-ben jelentkeztek, hogy legyen ideje, ugye, hát bárhol is van, megérkezni Budapestre. Mert ha pénteken sorsolnánk, éted. Hát igen, akkor már nem tudod eljönni, de jó mondaná, de vagy. Azt lemaradna a kulcsorsolásról, tesó. Életedben még egy kört mindenkinek. Így van. Úgyhogy akik nincsenek itt a helyszíneinken, vagy nem tudtak ott lenni Pécset, vagy Debrecenben, vagy esetleg ma, azok küldjenek SMS-t, valamelyik Suzuki modell nevét, holnap pedig figyeljék az adást, 9 óra után sorsoljuk majd azt a hallgatót, akinek egy napja lesz Budapestre érkezni, és megtalálni bennünket a West End-nél a nyugati téri bejárat előtt, jó? Tehát november 13-a, péntek 13. Nem, hoppa, jelent, nem jelent semmi rosszat. Semmit? Hát semmi jó, rosszat. Hát abszolút, bearanyozzuk valakinek a napját, így van. Így van, az emósonknak piros betűs ünnep. Igen? Na péntek 13 emosoknak piros betűs ünnep? Történik valami velem, mi? Igen, hát ott lesz valami tragédia. Úgyhogy ez vár ránk. Megkóstoltátok a káposztás hasét? Nem, amit Angelina Jolie vett ebben a kávézóban? Nem. Így van, kétszer kért belőle állítólag. Lányok milyen vidáman kávéznak itt. Tényleg? Hát, nagyon kis, vidámok. Mennyire tudnak élni? Beülnek, isznak egy jó láttét. Nincs néznek. Meló, gyerekek. Se meló, se iskola. Nem. Semmi? Basszus, mondjuk én nem a lányokat irigylem, hanem a srácok. Igen, a négy egyes fölállás van. Azért egy srác, négy csaj. Ezt nevezem én ideális ivararánynak.
Esztergom kicsit olyan, mint egy ilyen olasz, ilyen kis mediterrán kis városocska, hogy ülnek az emberek, vidáman kávéznak, 8:45-kor bámulnak bennünket. Hello, csajok! Akkor nem ide lépek. Hello! Mit tisztok éppen? Mi a Lattét. Jól láttam, hát nem eltaláltam, ismerem a kávéfajtákat. Még ilyen távolságból. Igen, láttak adáig, igen. Finom a latte, jó? Igen. És nincs meló, csajok, vagy mi a helyzet? De 9-től indul. Mit csináltok? Mit dolgoztok? Telekommunikációban dolgozunk. Milyen profi, nem mondta nevét, látod? Nézd meg, milyen. Mi nagyon egy munkahelyen? Igen. Mind a négyen. Igen, csak a csajok. Jó, és a férfi az csak így leült mellétek, hogy hello lányok, van itt egy kis szabad hely. Meghívnátok egy kávéra. A kolléganőmnek a férje. Ó, értem. És nem merted egyedül kiengedni? Vagy mi azt gondoltad, hogy lecsapjuk a kezedről? Nem, hát jobb így hölgyköszorúba szerintem. Egyébként ez igaz. Menő. Most kicsit olyan vagy, mint az élet császára. 4:90, ülsz, uh-huh. 4 csajjal, vinámon kávézol. Ez nagyon jó. Igen, menő. Fél háromkor jöttem hozzá a munkából. Akkor már nem vagy annyi az császár. Fél háromkor mit dolgozol? Mit csinálsz? Én kamionozom. A betyárját, akkor keveset vagy itthon, sokat mész, nem? Nem, hát ő belföldön kamionozom. Ja, belföldön. És a feleségedet azért megkérdezem, hogy milyenek a szabad estéid? Most már nincsenek szabad. Mi apa 3-kor jött haza, vagy 2:30-kor? Hát, átlagosak ilyen. Kicsit van itt valamit akargatni való, na mindegy, nem érdekel, majd beszéljétek meg, ha hazamentetek. A belföldi kamionozás az egyébként nyilván durva, de nem annyira, mint amikor külföldön jelzem, amikor elmész 2 hétre, 3 hétre, az keményebb világ azért, azt nem? Azt is csináltam. Csináltad? Egy-másfél éve hagytam abba. Az kemény, az lélekülő, nem? Igen. De ez így teljesen rendben van. Én mindig szoktam azon gondolkodni, amikor megelőzlek benneteket, hogy mi a fenét csináltok, de tényleg. Tehát amikor tudod, hogy egy normál autóval 160-nal, ha mész Debrecenbe 2 óra, az 80-nal a kamionnal, tehát én nem tudom, olvastok közben, vagy tévét néztek? Mit csináltok? Hát én például hangos könyvet hallgatok nagyon sokat. Komolyan? Igen. Amikor nem alszik. Igen. Ez milyen jó, hogy hangos könyvek formájában elolvasod, vagy fölolvastatod idézőjelesen magadnak a kedvenc könyveidet. Aha. Igen, hát főleg, hogy színészek olvassák föl, nagyon szórakoztató. 30-50 dek a tök mag, és akkor kimegyünk a világból. Egy jó. Hagyjuk ezt, ugye ez volt a rizsa a felséged miatt. Beszélj nekünk a Bad Girl Mapről, jó? Tehát a külföldön vagy, nyilván terjed valamilyen formában, valamilyen kis textfájban vagy ilyesmiben, egy olyan térkép, amin fel vannak... Passzaunál, gyerekek! Igen, hallod, hogy ott mi volt a izélvelet a... Nyugodtan utasítsd el, akkor probitáló kérdéseket. Elutasítom. Mondd meg, hogy nem. Akkor kezd úgy a történetet, hogy ismerek valakit, aki... Gyerek. Olyat többet is. Hát hogyne? Hát olyan durva parkolókat láttam néha külföldön, ilyen kaminos parkolókat, néha még engem is leszólítottak. Hello, szöszi! Bevászol a kicsit a hátsülésre. Mondom, bocsánat, a gyerekkel megyek Horvátországba. Volt a török börtönbe. Még egy körbe állunk. Jó. Na, szóval a hangos könyvet. Kézzel, de láttam olyat, hogy valaki tévézik például. Tehát tévén hát én is szoktam közben. Egyébként még sorozatokat nézni laptopon, meg menet közben, és akkor gyorsan elmegy az éjszaka. Gyertek át szombat este? Felvételről? Kiírom neked. Nagyon jó műsor egyébként. De közben tudsz arra figyelni? Tehát kis vezetés, kis tévé közben. Uh-huh. Természetesen, mivel autópályán megyünk, tehát gyakorlatilag magától megy az autó, beállítjuk tempomatra, és akkor csak megyünk vele, tehát nincs ilyen probléma. Uh-huh. Ez igaz? Ettől én nem nyugodtam meg, aha, gyerekek, hogy 40 tonnás szerelvényekben emberek televíziót néznek. Gyerekek, hát ne áltassak... én megyek előttük. Ne áltassuk magukat, azért a sofőrök, azért a sima autóban is nagyon sok mindent csinálnak. Ugye ott van a telefonod, ott van a gyors étteremben megvett kaja, dugod a töltőt, nézed az SMS-eidet, tehát ezt nem csak kamionvezetők csinálják, ezt mindenki csinálja, nem? Hát vagy sokan csinálják, hogy nem figyelsz a vezetésre. Hogy vezetek, Jani? Dugok én vezetés közben, Jani. Te ott ültél, 3 napja mellettem ülsz. Nem, látod? Tessék. Nem olvasok újságot, és nem állunk meg gyors étteremben. Rendesen vezetünk. Jó, mondjuk Feri nem is tud figyelni, mert ő véges crossozza az egész utat. Tehát, hogy ő gyakorlatilag egy rallinak nézi. Ez az országjárási számára, ez egy rally verseny, ami az egész országon átível. Neki ez egy kihívás. Egy zsámbék, Esztergom. Meg tudom ezt csinálni időre neked, Jani, hogy legyen idő. Nem, az egész arról szól, hogy minél előbb kitegyél a kocsiba. Jó, hát basszus ember legyen a talpán, aki 4 órát azért tud együtt tölteni, nem? Azért az sok. Hát ott nem, nagyon jó volt. Minden témát kimerít az ember. Jó van, jó kávézás nektek, csajok, jó? Szevasztok, puszi, köszönjük, hogy eljöttetek. Gyorsan egy-két közlekedési hírt, nézzünk, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy ha váltak éppen, már is mondom, azt mondja, Szabó József vagyok, 20 éves asztrán van. Jól nem van. Baj. Az jó, megérdemlek egy új kocsit. Puszi nektek, írt a József, ezt a puszi, uh-huh. Nektek. Nem vált kékre, de most igen. Dunaharasztiban a Némedi úton a vasúti átjáróan egy 3-as BMW és egy terrautó ütközött, rendőrök terelik a forgalmat, minden környező utca beáll, Doolittle küldte nekünk. M3-os 58-as kilométer Budapest felé, teher külső a középső sávban,
a Gyömrői úton mérik a kifelé menőket, a Kőhíd előtt, valamint Bikal belterületén a gyenge ködben fotóznak, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Na, mi van most a villamosokkal? Mondjátok meg nekem, hogy találkoznak ezek frontálisan? Mi ez a nagy villamos törési hullám? Itt a sofőrök elkezdték letörni a villamosokat, hogy le tudják őket biztosítóztatni. Szegeden törtek villamosok, úgyhogy találkoztak. Összeütközött egy villamos egy másikkal, egy tesztvezetésen. 11. kerületben történt a nagy esemény, és az van, hogy megérkezett hozzánk a világ leghosszabb villamosa. Ja. Így kezdődik, amire minden villamosvezető fel akart ülni, nagyon büszke a dologra. Iszonyat jól néz ki egyébként. Nagyon jól is néz ki, és nagyon jó lesz, meg a tömegközlekedés fellendíti, de az van, hogy nem tudod, hogy hol az eleje, mert hát nagyon hosszú. Uh-huh. Bár szerintem mondjuk előről vezet egy villamos. Igen, a sofőr középen ül, tehát nem érzi az elejét. Igen, nem érzi az elejét, és ő belement az előtte haladónak a fenekébe. Ó, basszus. Kicsit megcsókolózták. Hogy valószínűleg az lehet, hogy Tarlós a főpolgármester írja, hogy felsziszent, és zavart érzett az erőben, tudod, ez a úristen, mint hogyha milliók sikoltottak volna fel, és aztán pedig csönd lett. Nem értem, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamos? Egy villamos olyan hosszú, amíg a villamos megálló ér. Tehát lehet az 6 kilométeres, ha a villamos megállóban csak egy bizonyos szintig tudsz beállni. Mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa? Hát nem minden villamos olyan hosszú, amilyen az adott országban egy-egy megálló? Hát hiába hosszú a villamos, ha lelóg a megállóról. Ez tényleg nagyon hosszú villamos, ez olyan hosszú villamos, hogy két megálló között csak gyalogolnod kell. A villamoson. Tehát kettesével áll meg. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy beleáll a Blaha és az Oktogon közé, és nem mozdul. Így most átsétálsz. Amikor átsétálsz, lesz, becsukja az ajtót, megy arrébb, megy egyet, illetve kettővel, és ott megint. Ennyi a lényeg, hogy az egyik ajtaja a Blahánál van, a másik ajta az Oktogonnál. Tehát nem mindegy, hogy melyik ajtóhoz állsz, annyira hosszú. Hol akarsz lesz az Oktogonnál? A hátsó ajtóhoz menjen. Hol szállsz a Blahán? Menj előre. Az első ajtó már a Blahán van. És ha esik az eső, felszállsz, átsétálsz, és leszállsz a Blahán. Ennyi. Értem én. De nincs aberráció, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa? Hát ha vannak rövidebb villamos megállók, akkor ott nem tud járni, nem? Uh-huh. Vagy, jó kérdés. Vagy minden villamos megállót például a Comino vonalán úgy építettek meg, hogy a világ leghosszabb villamosa beférjen, és ahhoz képest, ha rövidebb megy, az befér, ha pedig a világ leghosszabbja, az is? Vagy, hát, hogy vagy azt mondják a világ leghosszabbján, hogy csak a két első ajtót tudod használni. Mert a... Igen. Lehet, nyilván így történik. Van egy rossz hírünk, igen, a 80 ajtót nem lehet használni, mert nem ér be a megállóba. Az első két ajtón van a leszállás. Aki sokat utazik, az menjen hátra, ahol nem nyílnak az ajtókot. Meleg is van addig, tök jó. Ki tényleg így van, a végállomástól végállomásra mész, akkor menjél olyan helyről, nem nyílnak az ajtók. Leszállás, felszállás csak az első vonalon, az zavarnak. Első ajtónál. Nincs lögdösődés. Hány méteret hosszú a világ leghosszabb villamos? 400, 500, 3 kilométer? Mekkora ez a villamos, hogy a világ leghosszabb villamosa? Állítólag 345-en utazhatnak rajta egyszerre. Ezt valaki számolja? Tehát ott áll az ajtóban majd valaki, és azt mondja... Szerintem vagy ez a korrekt válasz, igen. Vagy ez a max befogadó képesség, hogy mondjuk ennyi személyes. De hát nyilván lehet ez több is, ha felzsúfolják magukat az utasok. Erre van valami szabvány, hogy ugye összesen persze, hányan állhatnak, meg ugye hány ülőhely van benne. De mekkorából, érted? Mekkorából állhatnak hányan? Hogy én állok, érted? Vagy nem tudom, a hölgy áll. 81 ülőhely van rajta, az egyébként szép. Na de amire ki akarom kanyarintani picit a dolgot. Volt Feri ezzel, mint annak idején, hogy hívják, láttam, legyen ön is milliómos balján, hogy hívják. Vagy sőt, még inkább Egri Jánosnál, nyugdíjas bányamérnökök. Na most álljunk meg egy pillanatra. Hát nem igen. De most tényleg álljunk meg egy pillanatra, és akkor beszéljük át ezt a dolgot. Beszéljük el, 55 kilós nőt számolnak igen? Ilyenkor, vagy 110 kilós Rákóczi Feri? Tessék, átlagolnak szerintem. Igen? A kettő 70? Között azért van egy 3-4 milliárd ember, aki... Van, szeretnél, vannak olyanok. Feri szeretnél szabványá válni? Tehát, hogy jelezzék a villamoson, hogy... De, igen, ennyi nő, ennyi Rákóczi-ból pedig ennyi. Ennyi, hogy abból kevesebb fér. Kint lennél ilyen kis fotó, hogy no entry, tudod. Nem szállhat föl, mert megbillen a jármű. Mint a liftekben, amikor írják, tudod. Egy család, két gyerek, három apuka, négy anyuka, három gyerek, tudod, a liftekben lehet látni. Azért mondd el, hogy tegnap lifteztünk együtt. Beszálltunk a liftbe, és a lift, komolyan mondom, a budapesti tejipari vállalatos időszakokra emlékeztetett, amikor beszálltunk egy raklap cukorral, Feri beszállt, és így a megnyomtuk a gombot, és így a lift így... A kicsit felsikantott. Egy picit felsikantott, és nem indult el. Hogy túlsúly. Ő is azt mondta egyébként Feri, hogy mindjárt kírja, hogy túlsúly, nem tudunk felvenni. Kis piros lámpa, a kövér szálljon ki. Látunk téged, kamerán, szállj ki. Ügyelek, igen. A kövér szálljon ki. A gyereked maradhat. A gyereked maradhat. Az apuka szálljon ki. A bébi mehet. A Dodge-em véget ért. Apuka szálljon ki. Nincs menetirányal ellentétes haladás. Tudod, hogy ezeket mondták be neked. Na,
térjünk vissza a villamosra. Szóval az egyes villamos vonalán jár. Ez azt jelenti, hogy tavaly, ha jól emlékszem, felújították a megállókat. Igen. Ami arról szól, hogy egészen tudatosan gondolkozik a BKK, hiszen ők akkor már tavaly tudták, hogy megveszik a világ leghosszabb villamosait. Felújították a megállókat, és ezek a villamosok most beférnek egyébként, mert ha a világ leghosszabb villamosa, akkor a világ leghosszabb megállói nálunk vannak. Igen. Ugye? Nagyon jó, nagyon ötletes. Tehát az egyes villamos vonalán vannak a világ leghosszabb megállói. Bizony. Nem lehet hosszabb a megálló, ha nincs hosszabb villamos. De lehet, lehet. Hát lehet, csak abban nincs az esetben, hogyha mondjuk a villamosnak a hátsó traktusára rá lenne szerelve egy mobilperon. Egy hordozható mobilperon. ami ugye beáll a rövid megállóz, és akkor ezzel kitolja. Nekem egyébként ezek a bevásárlások nagyon-nagyon tetszenek. Annak idején a kettes metró vonalán történő kis javítgatások tetszettek a legjobban, amikor kiderült, hogy az újonnan megvásárolt metrószerelvények nem tudnak kanyarodni. Tudom. Nem tudnak kanyarodni, mert sajnos egy nagyon picit szorulnak ott a Pillangó utca utáni szakaszon, és aztán a következő történt, kimentek, és ilyen bontókalapácsokkal itt ott levettek a sarkakból. Az most miért a villamos vagy a metrószerelvényből nem tudsz levágni? Há, az is igaz. Az meg van, amikor a sofőr hívta a diszpécsert? Bérász, hát beszorultam, menj, hagyjál, mondom, hogy beszorultam, nem tudok előre, sárra beszorultam, hagyjál, de hogy szorultam, beszorultam, mert tudom. Na, szóval állt a próbaidő alatt, ugye, hát próbaidőn volt a villamos, és próbaidő alatt tették tönkre. És talán vannak olyan hallgatóink, akik szintén dolgoztak, csak egy járókelő, Jani. Ja, bocs. Mert János őre itt engedett. Akik dolgoztak próbaidő alatt, és elrontottak valamit. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valahova te felvételizel, és azt mondják, hogy rendben van, akkor 1-2 hónap próbaidő. Ha korrekt a munkahelyed, akkor mondjuk 3 hónap próbaidő után fel is vesznek, és nem küldenek el, és nem hívnak valaki újat próbaidőre. De talán vannak olyan hallgatóink tényleg, akik szintén elrontottak már valamit próbaidő alatt, akik egy kicsit bénáztak, akiket aztán végül nem vettek föl, mert vagy kárt okoztak a munkahelyen, vagy valami olyat tettek, ami miatt meghiúsult az a vágyuk, hogy ugye hát azon munkahelyen tudjanak dolgozni. Mert állítólag ez is ugye hát próba időn történt. Most nem tudom, hogy a villamos próba ideje volt, vagy a dolgozó volt próba időn. Hát biztos nem próbaidős dolgozóra nem bíznak. Nem bíznak egy, nem bíznak egy ilyet. Igen. Hogy mi történik a próbaidő alatt? Ez ma is megy még, nem? Hogy próbaidőre hívnak 3 hónapra. Kell, így ugye? Van. Így van, szinte minden szakterületen van szerintem, vagy 1 hónap, 2 hónap, 3, de van akinek ezt ezen végig kell menni. Igen. Neked volt próbaidőd, János? Valamikor dolgoztál próbaidőn? Teiparban, vagy téged azonnal felvettek? Azonnal felvettek. Hát nekem ugye azért nem volt próbaidő, mert gyakorlatilag 4 éven keresztül tanultam a szakmámat, és nekünk voltak olyan szakmai gyakorlatok, amelyek során ugye egy ilyen idősebb kartárs mellé beosztva elsajátíthattuk a különböző munkafolyamatokat, de hát azért az első nap, amikor egyedül hagytak a Pasteur mellett, a kakaófőző üzemegységben a budapesti teipari vállalatnál, azért ott egy szó átvétés volt, értelmében is becsokiztam, mert azért, amikor mondják, hogy lentről hallott, hogy valaki a hollander kulcssal ütögeti a csöveget, és küldjed be a kakaót, te kis köcsök! Tudod, és azért akkor be tudsz feszülni, és megnyitsz mindent, amit csak meg lehet, és akkor, hogy orrán száján dől a rendszernek, itt megy az izocukor, ott megy el a tej, csak a kakaóm nem megy le a gépekre. Azért ott lehet feszülni. És akkor másnap ezt tetézed azzal, illetve mondjuk az élmény tetéződik azzal, ilyen rossz magyarsággal fogalmazva, hogy bemész, és az éjszakás ott fekszik keresztbe a kakaós zsákokon, teljesen kiütve, igen. Lehúzod a zsákokról, és akkor még megcsinálod azt a műszakot is, amit ő elfelejtett megcsinálni, azért, mert mit tudom, hogy névnapot ünnepeltek. Azon a héten már negyed. De mitől ütötte ki magát? Túltolta a kakaót? Hát igen, egy holland kakaó porjad be, és felszívott belőle 3 csíkot. Kicsit megártok neki. Igen, na. De visszatérve erre a villamosra, hogy ezt is próba úton törték össze, azért a szörnyűlet, képzeljétek el szegény vezetőt, nem? Hát most gondold el. Rád bízzák, megjön, átadják, ott a híradó, mindenki kim van, köszönő beszédet mondanak, tényleg minden nagyfejes ott van, beülsz a Willingerbe, nyomsz egy kövéret, és úgy, ahogy van, lezúzod a villamost. Azért az kemény. És képzeld el, amikor a 3 hónapos próbaidő végén nem vesznek fel, és ugye van egy áru visszavétel, illetve pontosan visszaveszik tőled, jó, akkor volt egy munkaró, egy bakancs, igen, meg egy villamos. Eleje. Igen, meg a villamos eleje 458 000 forint. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ha ti voltatok próbaidőn valahol, akkor mit történt veletek? Mi olyat követtetek el a munkaadótok ellen, amiért aztán hát benneteket nem vettetek föl, összetörtetek valamit, nekimentetek a targoncával, kárt tettetek valamiben. Nagyon sok ilyen történet van, szerintem. Meg vagyunk. Igen. Szerintem meg vagyunk. Mi történt a próbaidőn? Mi a neved? András vagyok, Pusztai András. András! András! Na, mi volt a munkahely? Ez a Sopron Kövecs, Autolív Kft.
és ilyen laboros voltam. És jött a idióervatak főnököm, azt mondja, szondázni kell. Mondom, megütötted magad, te dög részeg vagyok, mire küljek? Minden nap találunk egy gyöngyszemet. Szondázni, igen. Na, most minden, az egészek azt mondja, hogy szervezem meg a szökésem a szerályból, és akkor adjam, odaadta a cselédkönyvemet, kipizett a gubától, ami 600 forintot, jó jártam, hazabírtam jönni. Az vége. Meggyőlt a mutatvány 3 nap alatt. De mit kellett csinálnod? Tehát mi lett volna az eredeti? Laboros voltam. Laboros. Nagyon ügyes. Laboros voltam pontosan 72 órát. Aha. Az 3 nap. Igen, ez igen. Mértem. Mit kellett laborálni? Hát ilyen öntvényeket mértük be, hogy a Verda el tudjon indulni, nem ilyen törés rajta, meg ilyen blablabla. A lényeg az egésznek az, hogy mentem dolgozni, jött a spanom, azt mondja, Smokencs, mondom, mondjad. Micsoda, várj, hogy hívták a spanodat? Smokencs. Azt mondja, vedesz ebből a mezei harmadosztályból. Adj egy picit, mondom. Hát akkor jött ez a idióervatunk. Várj, hogy csak elemezzük, a mezei harmadosztály valami jó kis drink volt? Tehát valami, hogy beteszel nem, ez a tablettás, Isten. Na, já, bocs. Igen, értjük. Igen, beteszel-e valamit a mezei harmadosztályból? Jegyzetelj, Feri, ezek jó dumák. Hát nem biszkit adott a rohadalom. Igen, és na, akkor bevertél 2-t? 3 decit. És úgy mentél laborozni, hogy szógd. Hogy mondod? Úgy mentél laborozni, hogy benn volt már 3. Igen, na, hát szóval nem veszem észre a hajszárepedést. Hát észre veszek mindent. Nem veszed észre így a hajszárepedést, óriási. Észrevettem volna. Ilyen ellenőrző szekta volt. És akkor jött? Fővettem a távcsövet, nézem a hajszerepedés, nincs, de volt. 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 Ez volt a bukta. Smoker is ott dolgozott? Smokencs is ott dolgozott, az is jött benne, megszervezte a szökését, ő is a szerályból. Nem volt. Nem voltunk biztonságban. És te és Smokencs benneteket egyszerre tette ki? Igen, mind a kettőnket, csak én hamarabb eljöttem, mert siettem. De siettem. Smokencs is drinket? Bevert 3-at ő is? Ő többet szerintem. Azért jött lassabban. Tehát elhagytátok egymást az úton? Nem. Kicsit lelassult. A gyárba hagytuk el egymást. Ja, az úton nem, mert mentünk a következő spíbe. Nagyon jó. És hogy volt a szondás? Mondta a csáv, most hozza a szondát? Azt mondja, fújjak bele. Mondom, minek? Hát ittam. Azt mondtad, igen. Na, hát nagyon szeretem. Csak tudom, hogy részeg vagyok. Ez egy rövid próba idő volt. Nem voltam részeg. Hát nem, hát 3. Csak le voltam lassú, agyilag. Nem mindegy. Így van. A tablettás IF-től. És mi van most Smokencsen? Merre van most? Mit csinál? Próbapekvésen van a temetőben, úgy bebaszott. Ja, na jó. Oké. Okay. Jó, most tartozkodunk a ronda szalakba. Anna, a best of-ra majd ügyelj. Jól van, oké. Okay. Csak a Bece nevedet, hogy ő Smokencs és te? Én a Ali Fraser vagyok. A Fraser. Ali Fraser? Ali Fraser, igen. Ali Fraser, de. Nagyon azért, mert mindig luftot ütök. De jó, hogy megismerkedtünk. Én Alifel Tyson vagyok. Tudtam, hogy ismerlek. Ugye? Ali Fraser és hát Smokencs. Nagyon jó. Imád. Megvan a nap története. Nagyon jó. Na, hát ilyet írjatok nekünk, jó? Hogy mi történt veletek és Smokencs alatt. Csak idézhető legyen. Jó reggel! 3:49 lesz, 3 perc múlva pillanat. Jaj. Írtam csak közben valamit. 3:49 lesz, 3 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Vajon mit csinál a Smokencs, gyerekek? Smokencs. Hol lehet? Hol lehet? Próbafekvésem van. Próbafekvésem van már? Nem? Tessék? Detoxban van Smokencs. Ari Frazier-től kapjuk az információt. Valaki írt, hogy Ali Frazier-t már szóvívőnek. Tehát... Na, itt vagyunk még mindig esztergomban, drága esztergomiak, tessék nyugodtan töltögetni, szelfizgetni valamelyik autóval, jó, megmutatni a hostess lányoknak, kitölteni ilyen kis nyereménykártyát, ez nagyon fontos, bedobni a kis urnába, hogy szoktuk mondani, 3-4-10-kor pedig valakit kihúzunk, aki már-már autótulajdonosnak érezheti magát. Pestre kell jönni ugye pénteken, mert hogy pénteken a West End előtt leszünk, november 13-án, és hát ott dől majd el, hogy ki az autó tulajdonos. Akik SMS-ben jelentkeztek, azok holnapig jelentkezhetnek, holnap kihúzzuk majd az SMS nyertest is, és még pénteken a helyszínről is választunk valakit, aki szintén kap majd egy kulcsot a kezébe. 10 órakor Vastag Csabi a színpadon, a Klassz FM Morning Show színpadán, 9 órakor pedig Super Stereo, ők lépnek majd fel. 3 dalt nyom mindenki, vagy 4 dalt, de nagyon, nagyon szeretjük őket, úgyhogy ők is jönnek. Akkor mégsem jön a Szupcsi Stereo? Szupi Stereo? Nem, a Super Stereo jön hozzánk, és mondjuk a budapestieknek, hogy veletek is szeretnénk találkozni, reméljük jó sokan leszünk, november 13-a kora reggel, Nyugati tér, West End, 9 óra után ott sorsoljuk majd ki az autót. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy szegény villamos vezetőt sajnáljuk, egyébként nyilván nem lehet könnyű, ha az ő hibájából történt, azt se tudjuk egyébként. Próba járat alatt ugye törte össze a világ leghosszabb villamosát,
És hát igen, még csak tesztelték ezt a willinget, aztán most jól össze is történt. Szegény megremegett egy kicsit a felelősség súlya alatt. Igen, de valami nem stimmel a villamosokkal, mert közben Szegeden is két villamos ütközött, az valószínűleg váltóhiba volt egyébként, el kellett volna, hogy kanyarodjon. Szolidaritás. Szolidaritásból ők is. Igen, ők is összecsókolóztak. És a próba időről beszélgetünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor... Hát amikor az ember próba idő alatt követel valamit, friss még a cégnél, újonc, mindenki őt figyeli, hogy teljesít, és hát az ember pedig nagy galibát okoz. Kértünk meneteket, hogy írjatok nekünk SMS-eket, hogy kivel mi történt próba idő alatt. Hát kaptunk nagyon jó kis SMS-eket. Itt van még emberünk? Persze. Ali Frézser? Ott itt van. Már szerintem autogramokat ad, nézd meg. Elsősorban van. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Ha lesz internetem, akkor azonnal mondom. Neked van? Kölcsönadom az enyémet, mit szólsz? Én nem vagyok internetíri. Semmi baj, csak volt benne te? Nem, szerencsére. Nincs vele gond, végül csak 3 deci tea ömlött rá. Nem volt benne, na! Megjavultam, köszönöm. Első napomon szaladtam bele villás targoncával a főnök gipszkarton falu irodájába, átszúrva a mobil klímát. Éltek a próbaidő adta lehetőséggel, nem marasztaltak. Azért az szép, amikor a villástargoncával... Ennyire a főnök ott gépel az író, aztán lehet egyszer csak kijön a falból egy villástargoncának a villája. Az kemény, igen. Azt mondja, festő vagyok, amikor végeztem a szakmunkásulival, elmentem maszekhoz dolgozni, megkérdezte a főnököm, hogy tudok-e önállóan tapétázni, mondtam, hogy persze. Hát persze. Mit gondolom, miért vagyok itt? Ez a szakmám, ez a hivatásom, ez az életem. Délután visszajött, és azt mondta, szép, de a minták nem érdekelnek? A minták nem érdekelnek. Tojás értékesítő cégnél új sofőr kolléga 2 hónap alatt 3-szor tört el a tükröt, elneveztük tükörtojásnak. Hűrészüzemben kezdtem, dohányzás tilos, 2 nap, második nap sikerült egy poroltóra való tüzet okoznom. Kirúgtak, az elégett fa árát 5 napig kellett ledolgoznom. Karbantartónak jelentkeztem egy céghez, 6 hét után felvettek, első munkanap a kollégák felküldtek a titkárságra a kanyar kulcsért. Üvegajtón kopogtam, de az üveg berobbant, elfelejtettem levinni a lánckesztyűm, nagy igyekezetemben elkezdtem összeszedni a darabokat, szóltak, maga meg mit csinál, felkaptam a fejem, sikerült a dirinek a mogyoróit felütnöm. A diri ennyit mondott tacskónak, nagy vagyok, embernek meg marha, ezt István küldte nekünk. Hát István néha küldözget olyan SMS-eket, hogy nem biztos, hogy igaz. Azt mondja, hogy boltban voltam tanulóként, első nap egy nagy raklap kávét kellett megszabadítanom a rajta lévő fóliától. Mit sem sejtve, belebögtem a szikét a tetején, és csak húztam lefelé a raklap aljáig. Éreztem, hogy valami nem stimmel, mondanom csak el, rengeteg kávét vihettek a selejtbe. Kata küldte nekünk. Aztán én egy szépen frissen kifestett, épp akkor nyitó kávézóban az első napomban véletlen kávéfőzésnél elfelejtettem beletenni a kávézasztartot, így az éppen lejött tűzforró kávé berobbant a térbe. Beborítva engem, a falat, a kollégáimat, a vendéget és a főnököt. Nem rúgott ki, sőt, amikor bezárt a kávézó, még állást is kaptam tőle. Niki küldte nekünk. Azt mondja, hogy bankban dolgozom, az egyik új kolléga tanult be mellettem, amikor kiszaladt a mosdóba. Mire visszaértem, teleírta a rendszert olyan kódokkal, amit az elméleti oktatáson hallott ügyelet felmondására. Kérdeztem, ezt miért csinálta az én azonosítom, amire közölte, hogy azt hitte, ez tesztrendszer. Természetesen kirúgták, már nem dolgozik ott. Elmentem egy próbamunkára, majd az első nap, az első 5 percben leveltem a bakról az egyik oldtimer autó metálfényű lökhárítóját. Autófényezőnek akartam tanulni, elsúnyogtam. Érte nekünk egy hallgató. 5 csillagos vidéki hotelben voltam próbaidőn, mint melegkonyhás szakács. Kb. 2 hét ment el, ki kellett mennem a büfét tölteni a reggeli alatt. 500 fő, hatalmas káosz. Én meg egy porcelán tálcán vittem ki a felvágottat. Egy óvatlan pillanatban egy üveg borosvitrin széléhez hozzáért a porcelán tálca sarka, amiben persze a megfeszített üveg azonnal atomjaira tört, és beterítette az éttermet. Az étteremvezető csak ennyit mondott, Tibor, ismer egy jó üvegest? Egyébként ez szellemes. Ez jó. 3 évig dolgoztam utána, ott nem kellett kifizetnem. Azt mondja, egy galvanizáló üzemben gurítottam 4 egymásra pakoló ládát, amik tele voltak kész anyaggal. Nem kellett targonca, se csúsztak az ablak rendelések. 2 nap céges autóval 45 000 gyorshajtás, 1,5 hó totálkára céges kocsival rendesek voltak, maradhattam. Peti küldte nekünk. Hát le kell dolgozni a kárt nyilván egyébként ilyenkor, nem? Szerintem igen, persze. Lezúztam targoncával a gyártósort, 2 milliós kárt csináltam, nem kellett fizetnem semmit, ezt Toma küldte nekünk. Cukrászdában dolgoztam, 2 hét után összetörtem a sütispultot, 600 000 forint volt.
azt mondja, hogy ki akartam kergetni a legyet a sütikről, nem sikerült. Az a lelkes, igen, tudod, a lelkes. Ott az nem volt elszántság. Nem hiszem. 6 kilós légyüldözés. Próbaidőm első napján egy drogériában leöntöttem a biztonsági őrt málnás ásványvízzel, ennek ellenére felvettek. Azt mondja, hogy szállodai recepciós voltam, a vízforgató helyett a medence vízleeresztőjét kapcsoltam be. Új. Az milyen? Egy teljes, hát egy nagy medencényi víz, nem tudom, mennyi, hány tízezer liter. Igen, néhány köbméternyi. Csak tisztítani kellett volna. Igen. Munkatársam elrontott a CNC gépen a méretet, minek következtében 3 köszörű követ robbantott fel. 1,5 milliós kárt csinál, gyorsan megköszönték neki a részét. De ez akkor nem a te hibád. Hát most miért nem szól se? Nem, miért nem szól valaki, hogy ne robbansd be azt a rohadt követ? Igen. Hát most nem. Hát de igen, csak hogy joggal várják el, hogyha mondjuk jelentkezel egy munkára, van is ilyen szakképesítésed, hogy talán értesz is az a munkához, amire felvettek. Valaki azt írja, hogy Ali Frézsert és Istvánét kéne összekapcsolni egy beszélgetésre. Igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon-nagyon jók jöttek, köszönjük szépen. Mi most mutatjuk a hármasugrás beugrót, úgyhogy mindenki figyeljen. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, most jön, figyelem. Újra! Na, újra is nem kell. Ki kapcsolja be mindig a fűtést? Laci. Uh-huh. Szereti. Ki? Fázik a Laci. Uh-huh. Nem, hát gyereket te fázol? A gyereket fölnyomott az anyukája az üvegstúdióra, csak mondom. Konkrétan megérkezett az üvegstúdióra. Megmutattuk már kétszer? Nem, vagy még csak egyszer mutatunk? Csak egy volt, csak egy volt. Mutatjuk még egyszer. Újra! Jó, ez könnyű, mint tegnap. Ez most egészen könnyű. Így van. Uh-huh. Na, milyen volt a Hemendex? Isteni! Köszönjük szépen! Ha legközelebb tetszik nekem Hemendexet csinálni, figyeljetek, akkor... Figyeljetek. Most köszöni meg! De nagyon tényleg magát... Volt, ez lesz, a, igen, ne, amikor nagyon őszinte vagyok, igen, hogy ha legközelebb másképp jövünk, igen? Érted, akkor már így tudni fogják, hogy hogy csinálják. Aha, hogy nem fognak túl... csinálni. Ugye? Ugye? Hogy egy picit túl tetszett sütni. Tehát, hogy azt vártam jobban, hogy a sárgájába tudod, hogy belemártod a friss, meleg. Ugye, hogy a hála hányféleképpen meg tud nyilvánulni. De nem? Nagyon jó volt, tehát nagyon örültem. Nem. És azt meg, hogy nem tudtam normálisan megenni, érted? Hát jön a Anita kollégina itt közben, hogy írjak alá meg. Komolyan, te mennyire gennyes vagy. Hát te mennyire egy gennyes állat vagy. De nagyon köszönöm, csak mondom, de hogy legalább. A lelkét belesüti, isteni belesüti abba a tojásba, elkecsöl vele, becsomagolja, rád gondol, megcsinálja, idejössz, megzabálod, majd lefikázod. Nem hát zabáltam meg, elfogyasztottam. Hát, szépen megettem. Van neked lelked? Van. Hát milyen ember vagy? Azért hát, mondom, hogy legközelebb. Én legközelebb nagyon óvatosan fogyasztanám el, amit tőlük kapunk ajándékból, illetve tőlük majd kapsz majd ajándékba. Te is azt tetted, egyébként ezt is ők csinálták. Én nem is, én nekem tökéletesen megfelelt, nagyon finom volt, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Sőt, de én ezzel kezdtem, hogy nagyon köszönöm. Nem jó, kicsit, egyébként, hogy Laci jó voltából, nyilván, hogy egy picit itt hagytad volna még az asztalon, akkor megsült volna ez, mert rohadt meleg van itt benne állandóan, de lehet, hogy rendesen hozták, csak a túl melegnél. Nem, nagyon köszönöm, tehát rettetesen hálás vagyok, mert 4 napja kérem a Balást, hogy ezt intézze el valahol. Volt már olyan, hogy egy aktuális születésnapodra nem jött el senki, mert túl sokat panaszkodtál az ajándékokra. Meg se hívom őket. Nem, meg se hívom őket, tehát nagyon finom volt. Picit, hogyha kevéssé tetszett volna megsütni, akkor... A sonka minősége megfelel? Na, hibátlan volt, mondom maga a Hemendex, csak egy picit túl. Tegyed fel a kezét, aki Feri szerint egy rohadék. Vagy aki szerint Feri egy rohadék. Nem, én szerintem nem rohadékok. Na, hát de legalább de. Mert ő látod, ők becsülik az őszinteséget. Ők becsülik, tehát ott van a hála, ott van a köszönet hangja, de az ember mondja el, Nem, ez csak azért van, Feri, mert szerinte rohadék, vagy mindenki más szerint pedig egy mocskos szemét áll. Látod, egy rohadög. Hát komolyan mondom, a lelkét belesütött ebbe a Hemendexbe, és hát semmi. A gyerek szájától vont el az utolsó két tojást, érted? Padi néni, köszönöm szépen, nagyon finom volt. Na, valaki elhagyta az iratait, itt van nálam, ha valaki keresi az iratait, jó? A nevet nem mondom be, mert akkor azt mondja, ő az, aztán lelép itt a személyigazolvánnyal. Mondd a nevet, és hogyha a címet tudja hozzá, akkor ő az. Ott valaki integet. Tiétek a, az nem, irat? Nem, csak szimpatikus vagy neki. Ja, nem, azért, mert hogy fiú, mondom, már azonnal föltetted a kezed, mondom, ez egy fura, durva nem váltó műtét volt. Most mi van? Hagy nézzem már meg. Mi nem kell minden napot? De miért? Ne hagyj nézzem meg. Csak személyigazolvány, OPEC adó azonosítójel, minden van bennem. Tudunk jó? Hitelt fölvenni, tök jó. Igen, nem adjuk oda csak annak, aki bemondja a nevet, egy ilyen barna tárca, úgyhogy gyertek érte. Jó, addig jöjjön érte az illető, amíg még világos van.
Ja, üzentél, jól látom, üzentél. Jó. Üzentél. Na jó, van. Minden fontos irat egyébként itt van. Így van. Úgy, nem lehet itt nagyon gyorsan személyi kölcsönt felvenni. Valaha. Ezt mondtam, hogy mehetünk hitelt fölvenni. De, ott a személyi kártya, minden. Ott egy bank szembe, bekecsölsz gyorsan. Mondd meg, hogy egyedülálló apa vagy itt vagy a gyerekkel, feleséged elhagyott. Adjanak valami pénzt, föl kell nevelni, látják. Pillanatokon belül felveszel rá hitelt. A fotó az nem biztos, hogy mindenhol, nem biztos, hogy mindenhol stimmel. Jól van, na, drága hallgatók, nem sokára játszunk még egyet, mondjuk az itt jelenlévő esztergomi hallgatóinknak, jó, mert hogy még a kocka kirakós játékot nem játszottuk, és hármasugrásra is lehet jelentkezni, töltögessétek szépen, csinált mindenki selfit valamelyik igen autóval, csináltatok? Nagyon helyes. Csináltok, ne menjetek el a lehetőség mellett, mert tényleg a marha egyszerű beregisztrálni, és hogyha vége egy gyönyörű szép Twitter a GLX, akkor szerintem megérte. Így van. És vajon mit csinál most Smokkencs? Ebben a pillanatban, most így, 5 perccel 9 óra, mit csinál most Smokkencs? Most tépik ki az infúziós kanülöket. Megyek, jövök a haverommal. Ari Fraser még itt áll a stúdió előtt, de vajon Smokkencs hallgat-e minket? Ha igen, érkezzen meg a helyszínre, egy ajándékcsomagért. Szeretnénk Smokkencsel is találkozni. Így van. És hogy egy ápoló áll mellett, akkor hányat lát? Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.